Hello, Sziasztok, srácok! <laughs> Remélem, hogy nem akad nagyon a dolog. Hát sajnos sajnos ez a kamera ilyen, ez ennyit tud. Úgyhogy. Uh, majd lesz jobb is. <laughs> De itt vagyok, és dumálunk. Dumálunk egy kicsit ismét a játékok hatásairól nosztalgiázunk egy picit, mert uh, ti is írtatok pár dolgot így a Discordra, hogy. Uh, rátok milyen hatással voltak a játékok így az életetekben. Úgyhogy arra gondoltam, hogy kezdünk azzal, hogy én, hogy én mesélek nektek egy kicsit. Aki esetleg nem lenne olyan régóta itt a csatornán, annak biztosan, biztosan hogy is mondjam, új, új lesz a dolog. És, és, és érdekes. De elmondom nektek, hogy én nagyjából hogyan jutottam el eddig, hogy, hogy, most itt ülök és beszélek nektek erről. Természetesen ezt a streamet is az LG Magyarország szponzorálta. Szóval igen, arra, arra gondoltam, hogy egy kicsit mesélek nektek, aztán meg megnézem, hogy ti mit írtatok, és, <laughs> és én úgy gondolom, hogy ez rendkívül nosztalgikus lesz, illetve egyrészt érdekes, és, és egy kicsit kinyitja a világot azok számára, akik, akik nincsenek olyan régóta benne, mint ahogy láttam, ti benne vagytok ebbe az egészbe, az egész gaminges világba, kockulásokba és mi egymásba. Öhm, hát, édesapám már, már elég régóta foglalkozott a számítógépekkel és az egyéb kütyükkel. Öhm, ő volt nálunk falunata az ilyen stúdiós, a stúliba, a suliba és ö, amikor anyu éppen nem tudott velem foglalkozni, akkor én bent voltam apumnál a stúdióba, és néztem minden tech cuccot. Ö, Hát keresettem volna nektek egy képet arról, ahol ül a kis ienter, e és nyomja a Jazz Jack Rabbit-et, úgyhogy a, a szájában van a hüvelykúlya. Három évesen kezdődött minden, két-három évesen kezdődött minden, Ültem apumnak az ölébe, és uh, nyomtam a játszit. Nyomtam a játszit. Uh, so sok minden volt, sok minden volt akkor. Ugye az internet is uh, akkor kezdett egyre népszerűbb lenni, egyre több, több embernek lehetett internete, de nagyon-nagyon sokáig, nagyon-nagyon sokáig. Uh, nem engedhetne meg mindenki magának azt, hogy legyen egy, egy PC-je esetleg, vagy, vagy, egy, vagy, egy, vagy beköltesse az internetet. Úgyhogy ezért szolgáltunk mi alternatívaként, mert apu még indítottak egy teleházat. Úgyhogy hát mi, miénk, volt a, miénk még teleház. És ez hát amikor nagyon aktívan ment, ilyen 98 98 vagy 99 környékén, akkor kezdett el beindulni ez az egész, és 3-4 aktív, elég durva aktív éve volt. 6, 6, 6 PC biztosan volt már az elejétől fogva, amin tudtak, a, tudtak, tudtak játszani elég sokan. Age of nyeremény játékok, meg, meg volt minden de rá emlékszel, vagy elmondták. Emlékeim nincsenek ezekről a dolgokról, viszont nagyon sok minden, nagyon sok minden uh, eszembe jut úgy, hogy rendkívül sok kép, fénykép uh, született erről az egészről. Um, úgyhogy én is nagyon törekszem arra, hogy, a, hogy az életemnek a leg, uh, Érdekesebb pillanatait azokat így megörökítsem, még hogyha nem is osztok meg mindent az internettel, mert a fényképek nem azért készülnek, hogy, hogy mindenkivel megosszuk. Persze vannak olyan fényképek, amiket mindenkivel meg kell osztani, de tudni kell, hogy mi az, ami, ami, amit fontos megörökíteni, legalábbis szerintem, és mi az, amit másokkal is meg kell osztani. Valakik ezt. Ezt, ezt a határt amúgy annyira nem, nem tudják, hogy va, hogy kellene lennie ilyen határnak, és mindent megosznak magukról, teszem azt a Facebookon, de ez már egy másik téma. Hm, szóval olyan ja, rengeteg kép készült rólam és a családomról kiskoromtól fogva, úgyhogy én azokat kiskoromban is a fényképes albumot nézegettem. Jó, nem csak azt nézegettem, de azokat nézegettem, mert, mert, mert én szeretek nosztalgiázni. Sőt, szerintem túlságosan is szeretek visszanézni. Uh, túlságosan is szeretek visszanézni a múltba, és uh, jó ízűen visszagondolni régi dolgokra. Tudom, hogy ez, ez nem éppen a legjobb dolog, mert Előre kell nézni, a jelenbe kell lenni, és a jövőre kell gondolni. De, de én, néha, én néha szeretek így egy kicsit a múlton merengeni. Nem azon, hogy mi lett volna, ha, hanem csak így visszagondolni a, a, az életem bizonyos pillata, pillanataira. Én nem emlékszem már ezekre, csak ilyen részletekre, hogy vannak meg komondoron, valami repülőssel játszok, meg vonatossal, meg autossal meg ahogy apámat, nézzük öcsém el, ahogy Tomb raider de nem tudnám sorrendbe rakni már ezeket. Hát annyira részletesen én se tudom ezeket a gaminges eseményeket sorba tenni. Tényleg csak a képek alapján az, azok nagyon-nagyon segítenek betájolni ezt az egészet. Hmm. Az, az volt a nagyon nagy szerencsém, hogy beindítottuk ezt a teleházat, beindították a szüleim ezt a teleházat, és nem csak arról volt ott szó, hogy mikor vége lett a sulinak, akkor jöttek a gyerekek, és, és, és nyomatták a játékot naphosszat, hanem volt számomra ennek egy másik oldala is, ami megmondom őszintén, legalább annyira érdekelt, mint a gaming, mert nekünk emellett ott volt az, hogy felnőtt oktatás, ugye akkor minden felnőtt próbált, próbált, próbált megtanulni, hogy mi ez, a, mi ez a számítógép, hogyan lehet erről papírt szerezni, ilyenek, úgyhogy uh, ment a felnőtt oktatás a nyomék részéről, szóval amikor nem a gyerekek voltak, akkor ment a, az idősek, meg, meg a felnőtteknek a, a betanítása, hogyan kell a vörbe formázni, prezentációk, és a többi, és a többi, és uh, hát amikor nekem nem volt éppen semmi, uh, se óvi, se uh, iskola, akkor én ott segítettem a, a szüleimnek hogyan kell formázni. Mentem oda az emberekhez, hogyha éppen nem tudták, hogy mit hogyan kell csinálni, és mindig mondták, hogy ú, uh, Petike, de jó, hogy itt vagy. <laughs> és mindig megleptek ezzel azzal. Úgyhogy rendkívül eseménydús volt a 2000-es évek eleje számomra így a, a gaminget illetően. Ö, az, az, az legalább annyira eseménydús volt, mint, mint most, így amióta streamelek. Nagyon-nagyon sok képet tudnék nektek mutatni, de talán majd akkor, hogyha egy találkozón beszél, beszélgetünk erről. Most, most nem hiszem, hogy ez, ez a megfelelő forma, hogy én most így mutogassak nektek képeket az életem azon részéről. Egyébként láttam, hogy volt kérdés, hogy, hogy mikor születtem. 93-as vagyok. <laughs> 93-as vagyok egyébként. És hát elég sok dologból kimaradtam, amiből ti ki viszont nem, és meglepő azt olvasni, hogy mennyien nyomtátok a, a nintendo játékokat, mennyien Xbox-oztatok, meg Commodore, meg volt belőle ami A betűs is, azt hiszem. <laughs> nekem, nekem ezek nem voltak, és hát lehet, hogy apum, apumnak volt, aki ennyi évek foglalkozott ezekkel, viszont engem az érdekelt mindig jobban, hogy amikor ott voltak korombeliek, és, és, velük tudtam játszani. Tehát az, hogy otthon mi volt, az a, azokkal annyira nem foglalkoztam, de, de amikor a teleházó voltunk, akkor, 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 gépek, szervert hogyan lehet csinálni, hogyan néz ki egy szerver. Mindig is felnéztem apumra, hogy, hogy, hogy az, ilyen, az ilyen elektronikai, számítástechnikai dolgok az mennyire ért. Saját keverőt is csinált, mert imádott forrazgatni. Úgyhogy, úgyhogy én már kiskoromban tudtam, hogy mivel akarok foglalkozni. Persze ezt most nagyon nehéz megmondani így, ha valaki most azt szeretne lenni, vagy hasonló szeretne lenni, mint a, mint a valamelyik szülője, akkor nyilván nem fogja ilyen pontosan megmondani, talán annyit tud mondani, hogy doktor szeretne lenni, vagy a fene se tudja, hogy mit mondanak mostanában a gyerekek, de én mindig is tudtam, hogy olyan akkor akarok foglalkozni, amilyen számítógépes dolog, amilyen számítógépen való történés, akár gépet összerakni, gépen bütykölni, telepítgetni, hálózatokat rendbe rakni, és az a helyzet, hogy ami kiskoromban érdekelt, csak egyre jobban kinyílt a világ, és, és és egyre jobban tudtam, hogy nekem tényleg ez az, ami, ami, ami érdekel, és, és sose merült fel más, hogy én mással szeretnék foglalkozni. Persze vannak olyan dolgok az életemben, ami nyilván nem a számítás technika, és, és az, is, az is érdekel, tehát ettől függetlenül én, én imádtam olvasni, sőt voltak nyarak, amikor kb. csak olvastam, mert, mert hát akkor a nyári szünetben nyilván jöttek a gyerekek játszani, volt, volt egy-kettő, de a legtöbb gyerkőc az, azok nyáron elmentek nyaralni, meg ilyenek. Szóval, hogy amikor ilyen hangás volt, akkor én szépen kimentem a kertbe, azt olvastam. Meg, meg gitároztam, meg táncoltam, meg, meg mit tudom én micsoda, de én nem voltam amúgy az a, a közösségi ember. Szóval, hogyha a közösség, ha a teleházban nem lett volna ilyen ilyen közösségi programok, meg, meg, hogy jönnek a gyer akkor engem annyira én ilyen kis bezárt, bezárt embert volt, bezárt ember voltam mindig is, szóval nem érdekeltek az, hogy elmenjek ide, vagy elmenjek oda. Jó, természetesen igen, voltam táncolni, meg mit tudom, micsoda, azok elég ilyen közösségi programok, de ezt csak azért csináltam, mert a szülők erről tették. <laughs> szóval, szóval Hát igen, ha eljutunk a végére, befejezem a monológot, nem tudom, hogy ez mennyi idő lesz. De ha eljutunk a végére, akkor rájöttek arra, hogy milyen változásokon mentem keresztül, és hogy mennyire. Mennyire inkább elkezdett érdekelni az, hogy ne csak magam, meg a családdal legyek, hanem más emberekkel is, és így úgy egy kicsit nyitottam, nyitottam az emberek felé. És bármennyire is vicces és fura, hogy most itt beszélek nektek, ez sokkal másabb nekem, mint hogyha itt ülnétek előttem most, mit tudom én, hányan. Százan, kétszázan, háromszázan. Az nekem, az nekem egy más, más élmény, más, hogy van. Úgyhogy ha valószínűleg most ezt az elő, egy előadást kéne tartanom egy terembe veletek, az nyilván egy más stílusú dolog lenne, egy kicsit közvetlenebb, és lehet, hogy ott nem tudnék ilyen nyíltan beszélni ezekről a dolgokról. Nem tudom. <laughs> Igen. Szerintem iszonyú jó volt a 90-es években gyereknek lenni. Persze, és szerintem egyébként. Ezt mindegyik korosztály mondja magáról, hogy iszonyatosan jó volt gyereknek lenni. Az a végtelen szabad ide, ami akkor volt, az, az, az egy olyan dolog, amit így. Ö, kár kihagyni, és, és, és azt jól, jól, kell tudni kihasználni. Persze gyerekként nem ez a legfontosabb, hogy jól kihasználd a gyerekkorodat, a, mert a gyermekkorból kifolyólag létrejött, szép, ez nagyon szép megfogalmazás, szabadidődet, de, de az, 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 egy, az, egy, olyan dolog, amit máskor az életedben nem, nem, nem kapsz vissza. De nekem nagyon jól telt a gyerekkorom, függetlenül attól, hogy a nagy részét egyedül töltöttem. És uh, hol is tartottam? Ja igen, nagyon aktív volt a, a 2000-es évek eleje számomra így a gaminget, illetően uh, 90 -es, 99 júniusai jú, júniusi volt az első GameStar, hogyha minden igaz, és az a, a, attól kezdve egészen 2008-9-ig járt az összes, szóval volt egy nagy stóc GameStarom ami sajnos elveszett a költözést, költözést követően. De hogy nagyon-nagyon benne voltam, nagyon-nagyon benne voltam a gamingbe, és, és mindig felnéztem a pumra, hogy ő hogyan tudta azt megcsinálni, hogy amikor a kettőztünk, és pergett a 3v3, hogy legyen egy olyan módja a játéknak, hogy ne csak zászlókat kelljen vinni, ugye, vagy elvinni a másik csapattól, hanem csirkét kelljen fogni, és minél több ideig kézben tartani. Szóval szóval durva, durva, hogy, durva, hogy hogy, hogy, én hogy rajongtam apum iránt, hogy, hogy mennyi mindent tud ezzel kapcsolatban. Anyum is egyébként, anyum is egyébként benne volt ebbe, csak ő nem, a gaminges részében abszolút nem. Ő inkább a, a, felnőtt oktatást intézte, apum meg felnőtt oktatást, meg a játékokat a gépeken. És ahogy egyre több embernek lett otthon internete, meg jó PC-je, egyre kevesebben jöttek játszani hozzánk, lanozni, meg ilyesmi, ahogy ti mondtátok, mert hogy nálunk nem volt olyan, hogy jöttek lanozni, mert hogy nem, nem, volt az a fogalom meg, hogy lanozunk, mert hogy nálunk mindig ugye hálózatban játszottak a, az arcok. Úgyhogy hogy így a tegnapi játékra is visszatérjek a Hioli Infinite-re, akkor akkor tájt 2001 2 ben jelent meg az első Halo, és akkor volt, voltak ott páran, akik fú, nagyon oda voltak a halo -ér, és amikor azt tudtuk nyom, nyomatni multiba, brutál jó volt. Nagyon kevés játék volt, amivel, amivel játszottam, viszont amivel játszottam, azzal mindig brutálisan sokat. Unrealek, Age of -ok, Uh, ugye a kettő, meg a mitológiai rengeteget pergette az André Legből, meg a, hát ami szerintem simán az André -e Tournament nevet viselte, valami 99-es, vagy 98-as, vagy nem tudom, vagy, vagy pont, hogy 2000-es, az, azokkal játszottam, aztán volt Árin Tournament 2003, meg 2004, azokkal, azokkal is játszottam, de főleg az első részeivel, a Quake 3 az, az abszolút nem perget, a Quake 2 az viszont annál inkább, és ami vicces, de a CS-t, a Counter Strike-ot, azt először iskolába játszottam, és az inkább már volt közelebb a 2010-es évekhez, mint sem a 2000-eshez. Szóval nekem a csé az nagyon későn jött be az életembe, és akkor sem úgy, hogy 1.6, 1.5, meg CZ, meg ilyenek, amikor, persze hallottam róla, hogy van ilyen, de nem játszottam velük, hanem úgy, mint Counter-Strike Source. Uh, az volt az első Cséma, amivel játszottam. A CS. Um, most így próbálok még visszagondolni, hogy milyen játékok perekedtek abba az időbe. A dzsesszekre tényleg az első játékom volt, a, 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 amivel így játszottam, és talán még az egyik Need for Speed is az elsők között volt szintén és amikor játszottam a Horizon Chase Turbo-val, ami szintén egy epik ingyenes játék volt, akkor, akkor hát ugyanolyan, ugyanolyan stílusú volt az a játék, mint a annó, amilyen én Need for játszottam, hogy út középen, ha jobbra fordul, akkor egy kicsit jobbra visz, de hogy kb. mindig hátulról láttam az autót, és annyira nem változott a pálya, de mindig versenyeztem, és próbáltam megelőzni a többi autóst. itt is kezdhetem öregnek érezni magam a 90 nem az csak három év, az csak három év jazz gear, az, az, semmi. Mármint, hogy ja, azért a három év is, de érted, tehát, hogy nem, az, ne, nem, nem, nem amiatt kell izgolnod, hogy most 60-as vagy, vagy 70-es vagy, hanem, hogy 90-as vagy, én meg 93-as vagyok, szóval idősebb vagy, de ez csak egy hajszál. A Revolt a Revoltot én azt így az elmúlt pár évben láttam itt twitch hogy, hogy valaki játszott vele, de, de nem, nagyon hallottam, nem nagyon hallottam róla. Szia, Ketelia! Sziasztok, srácok! Üdv mindenkinek! Na igen, amikor éjjel napval ment a Vova, akkor nem az volt a kérdés, hogy jól használod-e ki az idődet, félek, hogy nem is lett volna számítózni, szóval amikor a szüleim megjöttek és hallottuk a kapucsengőt, akkor lábbal kinyomtam a konnektort, kell egy gyorsan úgy csinálni, mint hogyha tanulnak. <laughs> igen, igen. Ez, 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 ismerős, ez ismerős, ez ez, 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 nálam is megvolt már, bár ez már azért később, ez már jóval később. Úgyhogy volt nálunk minden, mert nem csak azért jöttek oda az, a, a, srácok, hogy, hogy PC-s játékokkal játszanak -e egymás ellen, vagy akár egyedül, hanem oda jöttek még ugye internetezni, és az, azért annak az óradíja olcsó volt, mint hogyha játszottak volna. Illetve voltak ilyen, néha ilyen eventek, események, amikor akár pingpong, ping bajnokságot is szerveztünk, és akkor volt, volt, amikor forgóztunk, és volt egy csomó ilyen verseny jellegű esemény. Volt, amikor Age of 2 bajnokság volt, szerintem ezt már biztos meséltem nektek, amikor az első helyezett joystickot nyert, és így az, az, a, az a fotó, és még a mai napig megvan, hogy a, a, a top három játékos, Age of Játékos, aki meg tudta verni a másikat, nyilván aki a legtöbb győzelmet szerezte a játékosok ellen, az lett az első, és ő egy joystickot kapott, és nagyon örült neki. Én meg irigykedtem, hogy hát joystick ő kapott joystickot, nekünk meg ilyen kis gagyi, ezer éves volt csak. <laughs> Igaz, hogy irigykedtem, hogy ő joystickot kapott, de amúgy nem is nagyon a játékkal, amivel azt, amivel azt használni tudtam volna. Úgyhogy... Úgyhogy... Hát igen. Még egyszer csak azt tudom mondani, hogy ez egy, az egy jó korszak. Az egy jó korszak volt. Mm. Mi az, mi az, amit még el tudnék mondani abból az időből. Akkor tájt lettem ugye magántanuló, akkor, akkor, kezdtem, akkor kezdtem inkább olvasgatni, ilyen 2005-től igazán, akkor már ugye már egy évet volt a magántanuló, aztán súlyt váltottunk, úgyhogy hát már azt is biztos sokszor mondtam nektek, hogy 5-6 suliba voltam, mire meglett az érettségi, de ez nem 9 meg 6 után, hanem így az első osztálytól egészen az érettségig 5-6 suliba voltam, költözések meg ilyenek miatt, és hát amikor, hát amikor így 2005-6 körül, amikor már nagyjából mindenkinek volt otthonra a számítógépem ott falun, akkor már mondhatni egyáltalán nem jöttek a srácok játszani hozzánk, hanem kb. csak azok, akiknek otthon nem volt internete, és azok meg internetezni jöttek nem játszani. Az egy, az egy sötét korszak, úgymond a, a gaminges énemet illetően mert, mert apum se foglalkozott már ezzel annyira, és én meg nem tudtam, hogy mit és hogyan kéne, hogyan lehetne játszanom, akkor egyedül a gamestárok tartották bennem az a gaming utáni vagy iránti rajongást. Szóval, szóval akkor kb. csak gamestárokat olvastam, ami, ami így gaming, meg talán játszottam egy kevés Ilyen olyan játékot, amit ismerősöktől tudtam megszerezni, kölcsön, a, kölcsön adták. Például a, az Age of Mythology volt az első olyan játék, amit ö, kölcsön kaptam, meg talán az Oblivion. Bár nem emlékszem, lehet, hogy az Age of mythology én adtam kölcsön az Oblivionért, a fene se már, hogy mi volt pontosan. Valami ilyesmi emlik, hogy... Hogy Akkor nagyon-nagyon akkor kevés játékkal játszottam, és főleg csak olvasgattam, meg apumnak segítettem, ilyen Ubuntu szerverek, meg meg, meg SUSE Linux, meg mit tudom én, ilyen, ilyen, ilyen nagyon kocka kapcsolatban. És uh, akkor, uh, akkor kezdtek el érdekelni azok, hogy hogyan lehet szervert üzemeltetni, tűzfalak, és a többi, és a többi akkor annyira a gaming az, az nem, nem töltött be sok szerepet az életembe. Ez már ilyen 2010-es évek, nem, az, az sok, mondjuk 2008, mert 2010-ben már akkor már akkor, akkor már 2010-ben kezdtem már újra, újra a, game, a gémeléssel foglalkozni. akkor váltottam utoljára iskolát, akkor váltottam utoljára iskolát, 2010 körül, akkor már Pest, Pesten laktam, és olyan osztálytás az osztálytársak közül olyan, olyan, csapatba verültem, akik, akikkel nagyon szeretünk együtt kódozni például, A, az, első, az, első, Modern warfare rengeteget nyomtuk együtt, meg Minecraft osztunk is, meg aztán az újabb Modern warfare is játszottuk együtt, meg csésztünk is, Úgyhogy akkor, akkor főleg a múlt is játékokat nyomtam, és hát egyszer jött egy nyár, amikor unokatesóméknál töltöttem az egész nyarat, és ők meg szerettek vóvozni. Akkor jött el az a pillanat az életembe, amikor. Éjjel-nappal csak vovoztunk. És eléggé egészségtelenül rácupantam a vovra. Hát amikor három srác ö, együtt tud lenni szülők nélkül, akkor aztán töménytelen kockulás ö, várható. Szóval az, az, az brutális volt. Az nagyon brutális volt. Én nagyon vágytam arra, hogy, hogy minél többet, minél többet vovozzunk. Ők tudták nyilván a mértéket, én nagyon, én nagyon nem tudtam a mértéket. Azon a nyáron, nyilván ahogy vége lett a nyári szünetnek, akkor minden jött vissza a normális kerékvágásba. Azt leszámítva, hogy utána már nagyon-nagyon sokat, so, tehát sokkal több időt vovoztam. Mint előtte más játékkal játszottam. Úgyhogy, úgyhogy akkor jött be a WoW az életembe, ez így 2010 körül volt. BC Lich King valami, valami ilyesmire émlik, és akkor kezdett el jobban érdekelni a programozás is. Noha egyébként engem már érdekelte korábban az ilyen az ilyen jellegű része is a számítógépnek, nem csak az, hogy játszunk rajta. Akkor kezdett el jobban érdekelni a programozás is, és uh, mivel elkezd, elkezdett érdekelni a programozás, PHP, C++, ilyesmik, meg a, meg a MySQL-t is nagyon szerettem, uh, meg, meg értettem korábban, korábban amikor már ugye nem, 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 nem jöttek a srácok kockolni, akkor kezdtem a szerverekkel foglalkozni, és mivel értettem a Linux szerverekhez, ezért akkor lett meg az első munkám, még, a, még az érettségi évébe, vagy pont még 11 -be. Úgyhogy nekem a legnagyobb dolog, amit adott az életben a, a ez a gamer, gamer, lét, az az, hogy brutális mód egészségtelenül rácupantam a vovra, WoW természetesen gyerekként nehéz, hogyha nincs melletted valaki, aki úgymond fogja a kezed, hogyha lett volna valaki mellettem, aki úgymond fogja a kezem és azt mondja, hogy mit és mennyit, akkor nyilván ez, ez nem, nem, lett volna így, de én, én nagyon durván rácsúsztam óvra, utána tudtam már, hogy hol vannak a határok, és, és meg lett az első munkám. Durva mi? Durva, mi? Nem, nem, nem eredeti WoW szerveren kezdtem el játszani, ezért is, hát ez a terület olyan szürke, mert nem szívesen beszélek róla, hogy privát szerveren kezdtem el játszani, ahol besegítettem egy idő után a, a privát szerver fejlesztésébe, javításába, de ott is egy jó közösséget ismertem meg, és együtt, akivel együtt fejlesztettük a szervert, vele együtt tudtunk a jövőben dolgozni. Mert hogy megkaptam az első munkámat, ott dolgoztam egy jó pár évig, és azt az ismerősömet is oda beszerveztem, szóval az, az úgy nagyon jó volt. Az, az nagyon jó volt, nagyon, nagyon, nagyon örültem neki, hogy ilyen szerencsés lehettem. Ez az Airword szerver nevet viselte. <laughs> köszi szépen egyébként a támogatásaitokat közben, keratívőzik-e, köszi szépen a 19 hónapot, illetve azt aratka neked a 16-ot. Hoppá, a kamera megadta magát. Nem tudom, én, én nem látom, hogy gond lenne. Nyilván nem olyan fluid kép, nem olyan fluid a kép, mint amikor ott ülök a, a, gép előtt. Ez a kamera sajnos csak ennyit tud. Így van. Régi szép idők, amikor szombaton 8 órakor fölkeltünk, már az, egy, az korai kora időnek számított. És és este 9-10-ig csapattuk ebédelni, meg vacsorázni felálltunk, és reggeli után ültünk le vovozni. Igen. Ez, ez, ez egy, ez a C920-as kamera, a másik pedig a Brio, és ez, ez csak 30 fps tud, meg most lehet, hogy túl sok fény jön neki, ez, ez sajnos nem olyan operatívőzik -e. Gyorsan visszaolvasom a csetet közben. Azért lettem egyébként magántanuló, mert uh, még összerúgták a port a suli igazgatósággal. Sose tudom meg, hogy ott valójában mi az igazság, mert mindig csak a szüleim oldaláról hallottam a dolgokat. Tehát a másik oldalt sose hallottam, úgyhogy ne, igazából nem tudom megítélni azt a helyzetet, hogy hogy össze a port, és a többi, és a többi. A szüleim úgy vették ki, meg én is azt éreztem, már amennyire érezhettem gyerekként, hogy nyomás alatt voltak a tanárok, hogy ne velem kibabráljanak, és folyamatosan kaptam a, a magatartásomra a fekete pontokat. Volt egy kis tábla az osztályba ahol látszódott mindenkinek a magatartása, és én mindig alul voltam a fekete pontosoknál, pedig szerintem amúgy nem voltam olyan rossz gyerek, már mint hát ezt nyilván nehéz megítélni, de hogy azt, amit elmondtam nektek, hogy én ilyen visszahúzódó gyerek voltam, úgy elég nehéz lehetett szerintem rossz, ö, rossz diáknak lenni. Úgyhogy én mindig alul voltam, és mindig láthattam mindenki, hogy én alul voltam, és ez, az, 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 az tehát mindig az volt sokáig, amikor összerugták, miután összerúgták a port a szüleim a, a sulival, de úgy, hogy apukám egyébként ott dolgozott rendszergazdaként, meg ő ö, ö, intézte a, bal, a, a ballagási zenét, meg és a többi, és a többit, hogy, hogy én mindig szarul éreztem magam ott a suliba, úgyhogy kivettek onnan, átirattak a szomszédváros iskolájába a magántanulónak, egy évig volt a magántanuló, mindig mentem az igazgatóhelyetteshez, leadta a dolgokat, és, és azért másodikos, harmadikosként egy évet magántanulóként járni, hát, ha lehet, akkor ne csináljátok ilyet a gyerekeitekkel, ha csak nem nagyon-nagyon-nagyon durván muszáj, mert szerintem pont akkor kellene igazán úgymond Tudom, valószínűleg a Covid is a hasonló szituációkat okozott, nem tudom, az a helyzet, hogy nincsenek olyan ismerőseim, akik erről meséltek volna, de nekem az szörnyű volt az az egy év, és iszonyatosan vártam, folyamatosan könyörögtem a szüleimnek, hogy ne legyek már tovább magántanuló, és végre egy év magántanulság után járhattam nap mint nap vússzal a szomszédvárosba, hogy, hogy folytassam a dolgokat, Persze ott annyi, annyi változott, hogy angol nyelv helyett németet tanultunk, és hát nyilván Senki nem tanított meg igazán németül, és amikor Gimébe átmentem, akkor meg a nagynéném volt a német tanárom, és egyébként igazgatóhelyettes volt, szóval iszonyatosan kellemetlenül éreztem magam, hogy a nagynéném német tanár, igazgató, a, a mi német tanárunk néha behelyettesített, és igazgatóhelyettes, és nem vágom a németet, és igazából senki nem tanított meg németül. Valahogy mégis elevickéltem jó pár éven keresztül, de az a magántanulóság az, egy, az, az, az nem volt kellemes, viszont mindig nagyon jól, tehát ennek, hogy ennyiszer váltottam iskolát, mindig nagyon jól be tudtam illeszkedni egy-egy csoportba, egy-egy csapatba. Én úgy gondolom. Úgyhogy ha más nem, ez, ez egy jó származék ennek az egész dolognak. Tapasztalatban mondom, hogy sulis kolléga gyerekébe belerúgni nagyon sok embernek a élvezetet. Komolyan? Nem tudom tényleg, hogy ebből mennyi volt igaz. Valószínűleg sose tudom meg, hogy ebből, ebből, mi az igazság, hiszen hogyha a történetnek mindig csak az egyik felét halljuk, egyik, egyik oldalról halljuk, szerintem sose tudjuk meg, hogy igazából mi az igazság. Köszi szépen egyébként, immortázolja a támogatásodat a három hónapot, illetve demonálta neked is a két hónapodat. Köszi szépen! Köszi, köszi! Köszi szépen a pergetést is közben! Én már a Wolfhoz nem merek hozzányúlni, 2011-ben vettem meg az eredeti szerverre pár hónapot, mert gyerekként nagyon szerettem, de napi 8-10 óránkat játszottam vele, és hál' Isten meghalt a, nap, a laptopom 10 nap után, és felismertem, mennyire függő vagyok azóta inkább, nem? <laughs> szörnyű dolgokra képes egyébként az ember, hogyha nincs mellette olyan, aki, aki, aki törődik velem. Az ember egyedül szörnyű dolgokat képes látni, gondolni, és ha mindezt sokáig csinálja egyedül, ha mindezt sokáig csinálja egyedül, akkor az olyan következményeket szül, ami olyan látásmódja lesz a világról, ami örökre vele marad és senki nem fogja tudni megváltoztatni. Ez egy elég deep téma, és ebbe annyira nem is akaratam el ö, kanyarodni, de de, de fontos, fontos az embernek, hogy legyenek vele valakik <laughs> bárki, akár család, akár barátok mi ez a feliratozós program, nagyon komoly, bocs, vidéki vagyok, az ilyen engem lenyűgöz. Misi ez egy nagyon menő ilyen feliratozós dolog, ilyen OBS-es plugin, és aki esetleg nem vitte magával a meló helyre a fülest, vagy nem hallja annyira, amit mondok, vagy amúgy halásérült, vagy bármi ilyesmi, annak, annak, annak jól, jól, jöhet. Bár az a helyzet, hogy nem száz százalékos, de valamennyire azért érthető, amit, amit így mondok. Úgyhogy így érettségi környékén ö, vovoztam, lolosztam, meg kodoztam, meg néha csésztem. Kevés játék volt az életemben és talán a, talán a streamelés miatt kezdtem el a streamelés miatt kezdtem el igazán ö, igazán nyitni a sok játék felé, és annyira megtetszett, hogy, hogy mennyi minden játék van, hogy hát látjátok, mindig mutatok nektek valami újat. Mindig mutatok nektek az újat, mindig mutatok nektek valami újat. Öh, úgyhogy erről annyit nem is mesélek, hogy mi volt a streamerke streamerkedésnél, mert hát azt úgy is tudjátok, hogy rendhívül sokat voztam, szígyeztem, aztán jött a hz aztán jött a PUBG, az, az a ürület, ami miatt így bám, berobbantam a köztudatba, aztán el is hanyagoltam a PUBG-t, mert nem jött már be egy fél év után, vagy egy, hát majdnem egy év után, és utána a 2018-as év az, 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 nekem szörnyű volt, mind, mind ma, magánéletügyileg, mind a streamerkedést illetően, mert úgy éreztem, hogy nem vettem elég komolyan akkor, amikor komolyan kellett volna vennem, de hát a hibáiból tanul az ember. 2019 vége felé elkezdtem nyomni rendesen. Elkezdtem, elkezdtem nyomni rendesen. És mondom, előtte meg csak pár arccal, pár ismerőssel, baráttal játszottam így a 2010-es évektől. Amikor, amikor megtaláltam az utolsó sulimat, amikor ott lenyomtam a, a, az érettségét. Ö... Szóval számomra az első játék így a Jack Rabbit volt, nagyjából így nagyon tömören. Rengeteget tudnék mesélni egyébként arról, hogy mik voltak az életemben, ami ilyen gamer, gamer dolgok. Ö és valószínűleg ezt a, ezeket a történeteket már sokan hallattátok, talán még így egyben nem, és mondom, még részletesebben is beszélhetnénk, de akkor nem jutna idő rátok, és azt nem akarom, hogy ne, ne jusson idő rátok. Öm, úgyhogy át is térek arra, hogy milyen témavezető kérdéseket öm, vetettem fel így nektek, a Discordos szobába, így a dumálással kapcsolatban vásároltam is be olyan valami mutattál, hát ezzel nem vagy egyedül satas, jó sok, jó sok, nagyon király és menő játékot mutattam nektek, remélhetőleg. Szóval ja, az első játékom, ugye az első kérdés az az volt, hogy de ezek, ezek csak olyanok, hogy, hogy, igazából a téma az az, hogy milyen hatással voltak rátok a játékok, és, és mi, mi az, ami ami hogyha nem lett volna a, 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 ez a hobbitok, ez a szenvedélyetek, ez a. nem tudom, mitek az életetekben a, g a gémelés. Akkor mi az, ami, ami ne, nem lenne ma például, mert valakinek nem sok szerepet tölt be az életébe az, hogy játszik, van, akinek meg elég sokat, mint például nálam. Öh, és itt most nem csak a streamelésre gondolok. De például azt szerintem nyugodtan kimondhatjuk, hogyha nem játszok játékokkal, nem foglalkozok a számítógéppel, akkor nagyon valószínű, hogy most nem ülnék itt és beszélnék nektek ezekről a dolgokról. De van, akinél nincs ekkora hatással az életébe a a, a, a gémelés, és van, akinek meg ennél durvább, mint nálam. Én írtam például, hogy a gaming és MSC diplomám a virtuális közösségből írtad. Wow! Wow, én még megmondom őszintén, hogy nem olvastam el annyira a történeteiteket, amiket írtatok a Dumáld a szobába, a pénteki Dumáld a szobába a Discordon, de most majd együtt átfutjuk őket. Üdv mindenkinek, szok, sziasztok, sziasztok! A játékok olyanok, mint egy jó könyv. Szimplán jó érzés, hogy elkalauzolnak el egy külön világban, növelik a kreativitást és szórakoztatnak. Szerintem elég szürke lenne az élet játékok nélkül. Már akinek, ugye? Ö, igen. Igen. Igen, igen, igen. A... Nagy... így van. Egyébként lehet azt mondani, hogy filmek, sorozatok, játékok például olyan, 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 olyan egy, egy, jó játék, mint akár egy jó film, vagy egy sorozat. Úgyhogy most meg már, már annyi film, tehát szerintem mára már sokkal több, biztosan sokkal több játék van, mint filmek sorozat, úgyhogy nagyon nehéz választani, nagyon nehéz választani, hogy mit akarsz. Nyilván régebben egyszerűbb volt, de mára már nehéz megtalálnod úgymond az igazit, ami, ami, hogyha van pár órád, akkor, akkor azzal szeretnéd tölteni. Mit tudom én? Van 10 órád egy héten játszani. Mi az a játék, amivel játszani akarsz? Mi az, amit téged szórakoztat? Megtaláltad-e már a műfajod, ami, ami, ami neked nagyon bejön? Nehéz, nehéz szerintem megismerni, hogy mi az, amit szeretsz, mi az, ami érdekel, mert lehet, hogyha nézel valamiről videót, akkor jónak tűnik, de hogyha kipróbálod, akkor rájössz, hogy valójában te ezt csak nézni tudnád. Lehet, hogy hát nem tudom, nehéz jól megválasztani a játékodat, a játék stílusodat. de bízom benne, hogy a streamek meg a videók azok segítenek valamennyire. Mert azért valljuk be, Vagyok be őszintén. Tegnap néztük a gátfolt. Én biztos nem adtam volna érte egy éve 30 ezer forintot, hogy játszok egy gátfollal. És mivel játszottam vele több mint két órát, egy óra 15 ezer forint, ha azt nézzük, akkor 12. Értitek? nem tudjátok már visszakérni a pénzeteket, és nem is fogtok a játékkal többet játszani, mert nem jön be. És <laughs> tudnák mondani jobb példát, hogy mire lehetne elkölteni egy óra szórakozásra a 14 ezeret. Szóval <laughs> nehéz, nehéz szerintem jól megtalálni a játékot, jól megítélni, hogy mi az, ami nekünk való, de nem, nem egy lehetetlen dolog. Nem egy lehetetlen dolog. És valószínűleg egyébként ez nem csak a játékoknál van így. Ez a könyveknél, a filmeknél, a sorozatoknál is ugyanígy van, csak a játékok sokkal nagyobb költségvetéssel dolgoznak, és sokkal többet kérnek el, mint mondjuk például egy könyv. Ja, persze, nem a teljes volt kaptuk meg, Sumi, de másfél óra, nagyjából két óra volt a tutoriál a gátfolban. Szóval lenyomod a tutoriált, egy kicsit izé bizélsz, és már vége is a két órának. De ez mindennel, persze, ez mindennel így van, csak ö, még egy film megnézésért nem fizetsz 30 ezer forintot, hanem tudod, hogy az nagyjából két óra szórakozás, és nagyjából 2000 forintodba kerül, addig egy játéknál egy komolyabb döntést kell meghoznod. Egyébként egyre több játéknál van demo, és egyre kevésbé zsákba macska, hogy mit veszel, de ez már megint egy olyan dolog, hogy, hogy hogy persze lehet azt mondani, hogy oké-oké okay, okay, demo, de a demo nem fogja ugyanaz az élményt adni majd a játék végén is, mint az első pár órába. De hát ha már van demo, az már nagyjából megmutatja neked, hogy mennyire, fut, mennyire tudod futtatni a játékot. Itt vannak az előfizetéses szolgáltatások, hogy, hogy Game Pass, Ubisoft Plus... PS Plus, és akkor nem kell megvenned egy csomó játék, hanem ki tudod próbálni. Úgyhogy ezek az előfizetéses dolgok, illetve a demók, illetve a demo fesztiválok, például a Steam Next Festival, az így nagyon jó, bár a Steam Next Festival alapvetően az indi játékok, az indi játékok szerepelnek rajta. De ja, előfizetéses rendszerek, illetve, illetve demók azok, amik talán tudnak ebben a dologba segíteni nektek. Ami számomra kidobott pénz lenne, kiderül, hogy nem fut rendesen. Ezért mondom azt például, hogy lelkesedsz a Warzone-ér, lelkesedsz a warzone nem vetted meg a vangárdot. De egy nappal hamarabb akarsz játszani, egy nappal hamarabb akarsz játszani, és, és nem fogsz tudni mert szar, minősítetetlen, akad a hang, minden gond van vele, és, és az egy rossz élmény. És az egy olyan dolog, ami, ami veled marad, hogy lelkesedtél valamiért, és elrontották neked. Ezt most csak a, arra, arra reflektálok, amit Larklán írt, hogy kidobott pénz az, hogyha nem fut jól rendesen. Ja, hát gyerekkoromban nekem nem volt, nem volt ilyen zseppénz, meg semmi ilyesmi, szóval a, a, amire én tudtam költeni, az igazából az első fizetésem volt, ami meg már 2010 után volt rögtön vettem is magamnak egy telefont, aztán a második fizetésemből pedig azt a gépet, ami egészen tavaly, tavaly a tavalyi év közepéig streamer gépül, illetve előtte három évvel ezelőttig meg gamer gépül is szolgált. Szóval én megvettem 2011-12-ben az első PC-met, és nagyon sokáig arról streameltem. Ja, és hát azt már biztos hallottátok a, a, esetleg még akár a Time Out podcast podcastben is, hogy hogy az is egy nagyon ö, ö, rossz része volt az életemnek, hogy ö, egészen addig, ameddig meg nem vettem ezt a lakást, addig ö, már, a, már mielőtt még meg lett volna a lakás, már Adrival éltem együtt, de előtte még anyummal is, és ö, egy szobában szülőgyerek az egy elég met, metces, metces dolog. Combos gépet vettem? Hát folyamatosan bővidgettem, folyamatosan bővidgettem. Először egy 650 ti vettem, aztán egy 970-et, amit eladtam spinnernek 40 ezer forintért, azt hiszem. Aztán, aztán meg a 1070-et vettem meg, és végül most meg a 3080 TI van benne, de a, az a gép csak azt érte meg, hogy 10 volt benne. Szóval igen, elég combos gépet vettem. A, har, a, har, a 37-70 K Proci, meg a 16 GB, az nagyon-nagyon sokáig jól szolgált, szól, sátaspes. De igen, én is nagyon örültem, hogy régebben, kisebb koromban jöttek a gamer újságok, a gamestárok, starok, mert az, az, az nagyon sokat jelentett. Hát most 28 vagyok. 28 és fél. 93-as vagyok egyébként. 93-as és telekomos, ha értitek. 0630. Az első magamnak vett PC alkatrész egy Radeon 2600 Pro HC volt. Hoppácska! Találtam egy képet, amikor azt fogom a kezembe, nagyon gáz. Jó, de ez csak mai szemmel nagyon gáz. De ettől függetlenül emléknek nagyon jó. Ettől függetlenül emléknek na nagyon jó. Holnaptól csókolommal köszönjük kérlek. Olyan idős lennél, lovacska? de a kalaptal, hogy így meg tudtad fogni a pénzt. Hát ez egy olyan dolog, hogy ez egy olyan dolog, Pepe, hogy hát elég nagy szenvedés, elég nagy áldozat volt az, de minden áldozatnak megvan a másik oldala. Áldozatot hoztam, hogy lehessen pénzem, amivel lakást tudok venni, és az áldozat az az volt, hogy cserébe meg nem akartam meg. El elköltözhettem volna albérletben, de akkor nem tudtam volna lakást venni ilyen hamar. Szóval inkább elviseltem kellemetlen pillanatokat, nagyon-nagyon-nagyon sok kellemetlen pillanatot az életembe, az alatt a 5-6 év alatt, az érettségi után, nagyjából igen azért, hogy, hogy lakást tudjak venni. Ha dönthetsz, de mindez úgy, hogy egy szobás lakásban éltünk. Ha dönthetsz úgy, ha, tehát mondom, hogyha esetleg az van, hogy az, van, hogy külön szobád van, az már egy sokkal jobb, az már egy sokkal jobb szituáció, de, de ha dönthetsz, ha van lehetőséget dönteni, hogy mit akarsz az életben, én, én ezt döntöttem, hogy inkább áldozatot hozok, hogy kellemetlen pillanatok, de tudom, hogy egyszer majd jó lesz, és egyszer jó is lehet, mert itt van a lakás. Úgyhogy ennek nagyon örülök, hogy ezt így meg tudtam hozni. És uh, nagyon durva, hogy uh, iszonyatosan menő és trendi volt a, egy, egy másik téma most így hirtelen, mert most eszembe jutott, hogy hát én mekkora, mekkora menő vagyok, hogy iszonyatosan menő és trendi volt káromkodni a haveroknál, meg mindenféle csúnyán beszélni, így baz megolni, meg úgy izé, csúnyákat mondani. Tudok csúnya szavakat, tehát, hogy nem egy szent életű ember vagyok, aki Kizárja, kizárja a fülével, meg se hallja, meg semmi ilyesmi. Tehát, hogy tudok csúnya szavakat mondani, csak én egy más temperamentumú ember vagyok, én máshogy állok a dolghoz, én is tudok ideges lenni, akkor, hát, hogyha ideges vagyok, akkor legszebben így szétütnék valamit, legszebben. Meg szerintem látszódik a fejemen, hogyha nagyon ideges vagyok, de szerintem erre egyébként ritkán volt példa így a streamek alatt. De hogy otthon is ment a csúnya beszéd, iskolába is ment a csúnya beszéd, mindenhol ment a csúnya beszéd, és én el tudtam dönteni, vagy kell-e az nekem, vagy sem. Mint ahogy menő volt cigizni, kilógni, cigizni a szünetekbe, az is menő volt, és én tudtam, hogy az nem kell nekem. Az introvertáltak a legveszélyesebbek, ha eldurran az agyuk. Az introvertáltak azok, akik nem azok, akik... Az, azok a magukba zárkózó emberek, igaz? Tehát, hogy én például egy nagyon veszélyes ember vagyok ezek alapján, hiszen nem nagyon mozgok közösségekben, nem nagyon beszélgetek emberekkel, és én akár egy bérgyilkos is látok. <laughs> Én egyszer láttam, de akkor ki is nyomtad a streamet. Igen, volt rá. Volt rá, volt rá. Volt rá példa. Ilyen félek. <gül> <gül> Így van, Pepe. Gyorsan olvasom vissza, hogy miket írtatok. Nekem azt mondták, hogy az első fizetésemből valami maradandót kell venni, én vettem görkorit, és hát igazuk van, tényleg maradandó élmény a testem több pontján is látszik. <laughs> Jaj, ez jó. Ez jó. Ez jó lakran. Nekem 2014-től volt meg az előző PC-m, amit 2 éve cseréltem le egy Helios Predator 300 laptopra. Wow! Hearthstone, WoW, LOL, és több tíz éves játékokat toltam csak. Ha, de durva. Hát akkor kinyílt előtted a világ, Szumi? Kinyílt előtted a világ, így a gé gémeket illetően. 32 éves vagyok, és most élem a single gémek reneszánszát. Nosztalgiából újra tolok 10-20 éves gémeket. Most túlnyomó rész multi gémek jelennek meg és baromira örülök, ha végre megjelenik valami új single game, ami jó is számomra. Persze tudom, hogy ez csak a saját szentimentalizmusom miatt van így, vagy valami ilyesmi. Más is van ezzel így, hogy a mai napig van egy-két kövület game, amit jobbnak tart bármelyik mai gémnél. Szerintem egyébként biztos, hogy vannak ilyenek, akik régi játékokat nagyon jónak tartanak, meg emlékezetesnek. Biztos, hogy ezzel nem vagy egyedül. Én tavaly mert hogy idén évelején játszottam újra az Age of mythology és, és ugyanolyan, ugyanolyan jó volt most a felújított változattal játszani, mint annó jó pár száz órát beleölni. Én 7-8 éve vásároltam az i7 5820K Procit, és szerintem még van benne 3-4 év, jó vásár volt annak idején. Hát figyelj, ez egy olyan dolog aljadék, hogy ameddig a játékok nem fogják meg a Procidat, mármint ameddig a Procid nem fogja meg a játékokat, addig simán ellasszál vele. Én is úgy, úgy gondoltam, hogy á, megveszem a 3700K-t, 5-10 évig jó lesz az. Ja, hát ez volt a legnagyobb hülyeség, amit gondoltam az életemben. Nyilván jó az, attól függ, hogy mire akarom használni. De, de igen, amúgy ö, időtálló. Időtálló mindaz a processzor, amit te is mondtál, meg amit én is mondtam. Abszolút. Um. Attól függ, milyen közösségben vagy. Én furcsa mód már fordítva működök, ismerősök közt, de még családban is introvertált vagyok, amúgy idegenekkel nem. Uh -huh. Érdekes. Persze. Most, most valószínűleg időtállóba. Sőt, most nem csak, hogy a processzorok időtállóbbak, hanem valószínűleg egyébként, valószínűleg egyébként már a videokártyák is időtállóbbak lesznek, hiszen ha megnézzük, nem azt mondom, hogy a jelenlegi árát a videokártyáknak, hanem annó, amikre tervezték, hogy mennyiért árulják a videokártyákat, Alapvetően egy 1080p gaming 60 FPS-sel nincs szüksége az embernek egy olyan videókártyára, mint mondjuk ami nekem van. De egyébként igen, Malakai, az a helyzet, hogy az a helyzet, hogy minél idősebb az ember, vagy hogy is mondjam, minél inkább kikopik belőle a versengős vágy, vagy, 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 vagy hogy csak egyáltalán nem akar versengeni másokkal, nem akar jobb lenni egy játékba, annál inkább uh, jönnek előtérbe a játékok. <kül> Úgyhogy igen. Igen, igen, igen. Szerintem nem vagy ezzel egyedül. Abszolút nem. Na. Hoppácska, hoppácska. Nagyon-nagyon szépen köszönöm egyébként Sataspes a 3 euró 33 cent támogatásodat. Köszi szépen. <kül> Na. Ö, jó sokat domáltam már most. Egy, óra, egy óra csak elment azzal, hogy felvezettem a témát. Uh, szóval a témavezető kérdések a, azzal a témával kapcsolatban, hogy, hogy mit jelentett neked a, a gaming, miben változtatott meg téged, akár negatívan, akár pozitívan, tehát hogy nyugodtan leírhatjátok. Én is elmondtam, hogy nagyon durván rácsúsztam a vovra, WoW de amellett, hogy rácsúsztam a vovra, WoW lett belőle munkám, tehát hogyha nem csúszok rá vovra, WoW akkor nem az vagyok, aki ma. Tehát, hogy akkor nem az lettem volna. Szóval, hogy mikor érintett meg titeket a gémerkedés, mi volt az első játékotok? Hát ugye, én azt mondtam, hogy nekem a Jazz Jack Rabbit, és itt, ahogy láttam, jó páran olyan játékokat írtatok, hogy Game Boy, Game Boy, wow. Ezeket majd meg fogjuk szépen nézni, hogy miket írtatok itt Discordon, de hogy én is elmondjam ezzel a kérdésekkel kapcsolatban a a reakciómat, hogyha esetleg, vagy vagy a véleményemet, hogyha esetleg nem mondtam volna el az, el, az elmúlt egy órában. Ö, például itt van az, hogy a szüleitek, barátaitok, illetve a kollégáitok mit gondolnak erről a hobbitokról, szenvedélyetekről, ki hova sorolja be magának a, a gémerést, illetve a kockulós dolgokat. <kül> hát az a helyzet, hogy én mindig olyan közegben voltam, sőt, amióta streamelek azóta, meg pláne olyan közel, közegbe vagyok, hogy, hogy mármint az ismerősöket illetően, tehát hogy nem rátok gondolok itt a cseten, hanem az ismerősök, a, 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 család, meg a régebbi ismerősök, egyrészt mostanra már tudják, hogy, hogy már ha tudják persze, hogy, hogy én ilyen játszós dolgokkal foglalkozok, de hogy a streamelést a mai napig nem értik, hogy micsoda az elképesztő. A, a, a kollégáim azok annó tudták, hogy mivel foglalkozok, és uh, se hideget nem kaptam tőlük, se meleget nem kaptam tőlük. Tudták, hogy ez van, az csá. Um, a barátaim azok meg uh, azok meg tudják, hogy már amennyi van, az a pár barátom tudja, hogy mivel foglalkozok, és, és mindig jól viccelődnek vele. Azok mindig jól viccelődnek vele, és a barátaim is gémerek, szóval nem nagyon vannak olyan barátaim, akik nem gémerek. Szóval így, hát én ezzel kapcsolatban, hogy mit gondolnak a barátaim a hobbimról, ők is gamerek, szóval persze, hogy, persze, hogy uh, semmi semmi negatív uh, nincs ezzel kapcsolatban, mert annál, annál több a közös témánk. <kül> uh, hát a szüleim, ap apu apumról esélhetem nektek egy szágyú stream alatt, abban nem, nem akarok uh, jobban belemenni apum nem tudja, hogy mivel foglalkozom, nem is sérti, hogy mivel foglalkozom, ami vicces, mert uh, vicces lehet így külső szemmel, hiszen ő nagyon benne volt ebbe a témába. De sajnos nem tudja, hogy mivel foglalkozok. Uh, anyum pedig uh, hát anyom nem is tudom, hogy meg akarja érteni, hogy hogy mivel foglalkozom. Igazából ezt már meséltem nektek párszor, hogy így a családba. Madrid tudja egyedül, hogy mivel foglalkozom. És őt érdekli az, hogy mi az, amit én csinálok nap, mint nap. De így a családba senki mást. Úgyhogy szerintem szerencsések azok, akik, akik teszem azt még streamerek is, a családjuk tudja, hogy mivel foglalkozik, érti, és még érdekli is őket. Nálam ez nincs meg, és egy kicsit rossz. De csak egy kicsit rossz. De miért nem jönnek le egyszer megnézni valamelyik streamedet, akkor rögtön látják, hogy mi van? Én, hogy is mondjam, nem fogok erőlködni azzal kapcsolatban, hogy megmutassam, hogy mit csinálok, hogyha őket nem érdekli. Érted? Én ezzel így vagyok. Ha az helyzet, hogy ha nem akar valaki érdeklődni valami iránt, főleg egy szülő a gyerek iránt, akkor a gyerek miért a szülő iránt? Érted? nyilván most nem, ez egy elég komoly téma, ez egy elég komoly téma, és nyilván a gyereknek mindig okosabbnak kell lenni, mint a, mint a szülőnek, de alapvetően ez egy olyan dolog, amiben annyira nem akarok, mert most nem így, hogy veletek nem akarok belemenni, hanem nem akarok annyira belemenni ebbe az egészbe, hogy, hogy, hogy most így megértessem ezt az egészet, amikor ez egy annyira távolálló világ, hogy sok. Ez sok. Csak hogy így. Ja, na mindegy. Szóval én ehhez úgy állok, hogy ha nem akarja valaki megérteni, hogy mit csinálok, de érdeklődést mutat irányomban, akkor nem erőltetem a dolgot. Ők mit szerettek volna, hogy mi legyek? Hát, csúnya. De, hát elmondom nektek, amikor én otthon ültem, és spóroltam a lakásra, akkor meg, meg, éppen, meg éppen vagy éppen a streamelés ment, vagy, vagy, vagy éppen már a streamelés ment, vagy éppen nem az ment, akkor vagy éppen még nem volt meg a munkám, akkor mindig, mindig úgy voltam otthon, hogy nagyon, én egy nagyon rossz gyerek voltam abból a szempontból, hogy semmit nem segítettem otthon, maximum, maximum teregetni. Én egy nagyon rossz ember voltam ebből a szempontból, és hát anyom folyamatosan pusolta, fenyegetett, hogy izé, kirak, hogyha nem tanulok, nem nyomom az egyetemet, angol nyelv vizsgára menjek, és ezek engem rohadtul nem érdekeltek, úgyhogy nagyon, mondom, nagyon sok kényelmetlen pillanatot éltem át, de mondjuk ez nem csak édesanyám hibája, hanem az enyém is nyilván. De, de hogy nem tudom, hogy mit szerettek volna, hogy mi legyek. Valószínűleg minden szülő azt szeretné, hogy az legyen a gyereke, amit, ő nem tudott elérni, mármint a szülő. Hogy legyen diplomája például, legyenek papírjai. Ez, ezek, most, ezek most egy olyan pont, ezek most azok a pontok, amik a, az én szülő, ko, szülőkorosztályom vágyai. És, 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 és szerintem ezek azok a dolgok, amiket a szülők szeretnének, hogy a gyerekeik elérjenek. Nyilván ez nekünk más lesz, vagy már most más, de hogy ha esetleg ezeket nem tudták elérni, akkor azt szeretnék, hogy, hogy elérjék a gyerekek. Jártam egyébként egyetemre, sőt, az, el, az első fél évet azt így lenyomtam, de úgy, hogy közben melóztam mellette, úgyhogy nagyon rossz volt, mert, mert szerintem iszonyatosan nagy áldozatokat kell hozni annak, aki, aki meló mellett tanulni akar, és pluszban még család is van mellettem. Az, annak nagy, nagyon nagy áldozatot kell hoznia, <coughs> nagyon sok mindent, és nekem az nagyon nem tetszett, hogy, hogy, hogy kevesebb, sokkal kevesebb a szabadidő. <coughs> és és nem azért nem nyomtam végig az egyetemet, mert, mert, mert ilyen áldozatokat meg kellett volna hozni, hanem azért, mert az első év a, a, a mérnöki infó szakon a programozásnál nekem semmi újat nem tanított. Nagyon, 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 nagyon durván az alapoknál jártam, és egyszerűen nekem nem volt türelmem ahhoz, hogy jól teljesítsek a másik X8-10 tárgyba, nem tudom mennyi volt, nem volt türelmem ahhoz, hogy jól csak azokba a tárgyakba, amik amúgy nem is érdekelnek. Hanem csak a programozás érdekel, és az abból megnyíló ágak érdekelnek. Úgyhogy nem volt hozzá türelmem, nagyon nem volt hozzá türelmem, de azért még adtam neki egy esélyt. Egy, egy fél évet passziváltattam, és utána újra kezdtem. És utána. Úgyhogy két-három hétig full fókusz volt rá, és egyikra a másikra azt mondtam, hogy ez nekem nem fog menni. Ez nekem úgy nem fog menni, hogy melózok, ö, hazaér ö, melózok, per tanulok, hazaérve megint tanulni kéne rengeteget, és, és nem nagyon jutna idő a kikapcsolás, kikapcsolódásra, plusz még ott vannak a család, a, a, ott van még a család is. Úgyhogy azt mondtam, hogy nekem, ez, nekem ez, ez így nem kell, és a legrosszabb az egészben az az, hogy az az, hogy hogy lehet, hogy egyébként erre nektek tuti, tuti biztos, sőt, biztos vagyok benne, hogy erre van nektek valami megoldásatok de én nem tanult, sose tanultam meg igazából tanulni, hogy hogyan kell a dolgokat megtanulni, hanem én, rám csak mindig rám ragadnak a dolgok, de tanulni nem, nem, tudok tanulni. És ez nagyon sok mindenbe hátráltatott, hogy hogyan kellene megtanulni, megjegyezni, és és, 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 jól használni. Jó, hát a jól használni a dolgokat, azokat nyilván tudtam, de hogy, de hogy ott van előtted egy könyv, és az 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 info, ami ott van benne, az itt benne, benne legyen a, a fejedbe, és, és tudjad azokat. Magolni nyilván tudtam magolni, mert verseket be kellett magolni, még úgy is, hogyha nem értettem őket, és talán szerintem az egyik legnagyobb hülyeség a, a versek bemagolása a, a, az iskolába, de hogy tanulni nem nagyon tudok tanulni. Hogy, 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 én sosem értettem meg, hogy hogyan kéne tanulni. No ha jártam iskolába. Nem tanultam meg tanulni. <laughs> ez most így viccesen hangzik, de szerintem én erről nem nagyon beszéltem senkinek, mert szerintem ez egy írtó ciki dolog, hogy, hogy jársz, jársz, jársz suliba, egyetemre, és a szakmáddal kapcsolatosan is vannak dolgok, amiket meg kell tudnod, de tanulni meg nem tudsz. Úgyhogy ez is nagyban közben játszott ahhoz, abban a döntésemben, hogy az egyetemet ott hagytam. Mert úgy voltam a tárgyakkal, hogy, hogy amúgy engem nagyon sok minden érdekel, és az egyetemi tárgyak is tökre érdekeltek, de nem annyira, mint a programozás, meg a, meg a gémelés, meg, a, meg az egyéb sokadrangú hobbiaim. Nem érdekelt annyira, de ha, ha tudtam se volna, tudtam megtanulni. és ezért, ami nem érdekel, az nem ragad rám. És, és, ez a legnagyobb bajom, srácok, hogy csak olyat tudok megjegyezni, megtanul, meg, meg a, csak olyan dolog van meg itt a fejemben, ami, ami, érdekel, mert a többit azt, azt nem tudom megtanulni. Van egy ilyen tanulmány is erről a dologról, hogy vannak olyan emberek, akik nem, vagy csak nehezen tanulnak. Az ilyen emberek javarész tapasztalattal, vagy ami érdekli őket, többet tanulnak, mint az átlag, és amit megtanulnak ezáltal, azt nehezebben felejtik el. Könyv a tanulásról. Igen, igen, az az iskolában a magolást értékelik, hogyha tudod a tananyagot, nem azt, hogy megérted, amit tanulsz. Azt, hogy hogyan kell tanulni, szinte sehol nem tanítják. Uh -huh. Többféle tanulási stílus van, mindenkinek más fekszik, és egy pszichológiai test is van rá. Azt hiszem, hogy megnéz neked, melyik fekszik jobban. Uh -huh. Én nagyon. én a, amilyen téma nem érdekel annyira, azt nagyon nehezen tudom bevinni a fejembe, és nagyon gyorsan el is száll, úgyhogy iszonyatosan nehezen készültem a, a, a dolgozatokra, de valami őszintén, ami nem érdekelt, azt kipuskáztam. Ami nem érdekelt, azt úgy kipuskáztam, mint a húzat. Én azt tanultam meg, hogy hogyan kell puskázni olyan dolgokba, amik nem érdekelnek, mert egyszerűen nem tudtam megtanulni. És nagyon sokan mondták azt, hogy ha már valaki elkezd azzal foglalkozni, hogy puskázzon az órán, már foglalkozik vele, és már talán azzal megtanulja, hogy, hogy foglalkozik vele, de én nem tanultam meg azzal semmit, hogy elkezdtem puskázni. Én nagyon profi puskázó voltam, olyan, olyan technikákat nyomattam, de ez nyilván egy, nem egy olyan dolog, ami, ami, amivel dicsekedni kéne. Ez nem egy olyan dolog, amivel dicsekedni kéne, de engem ez segített túl úgy az iskolán. És hát szintén egy olyan dolog, ami, ami, amiről nem nagyon beszéltem senkinek, sőt szerintem még annyira a barátaim se tudják. De nagyon kellemesen jött a, az utolsó iskolaválasztás, vá, 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 váltás, mert fizikából megbuktam kilencedikbe. És úgy megbuktam, hogy lett volna javító, javítani lehetőségem, azt sem tudom, hogy majd azt hogy hívják, ami így augusztus vége fele van. És akkor sem ment. Úgyhogy Suli váltás, 9. esként friss osztályjal, és ami nem érdekelt, az, az érettségig, sőt, amit csak lehet, végig, végig puskáztam, ami nem érdekelt. De megvan az érettségim, és érek valamit. De szörnyű volt. Szörnyű volt az, hogy... Másokra milyen könnyen ráragadnak a dolgok úgy, hogy nem tanulnak semmit, csak odafigyelnek az órán. Én is figyeltem az órán, amikor csak tudtam, de ami nem érdekelt, az akkor se ragadt rám, hogyha figyeltem. Úgyhogy hát valahogy el elvicckeltem. Az érettségi, hogy lett meg? Hát minden, csak így éppen hogy csak. Hát nyilván... Uh, a, az, az info érettségim az ilyen 94-95%-os lett a közép, a, a felső az meg 81-82%-os. De, de nagyon szörnyű volt. Én, én ezt nem úgy fogom föl, ezt ezt, ezt, ezt nem úgy fogom föl, hogy ha mekkora király voltam, hogy szanaszét puskáztam a súli éveimet, hanem hogy iszonyatosan kellemetlen volt, hogy senki nem segített abban, hogy, hogy, érvényesülni tudjak úgy, mint mások. Hogy, hogy, meg tudjam tanulni a tananyagot. És ne azzal kelljen szenvednem órákat esténként, hogy magoljam a dolgokat. Úgyhogy ezt nem azért mondom el, mert ez már egy sokat elmesélő elmesélt dolog volt az életemben, hogy én mekkora ász vagyok, hogy szanaszét puskáztam, hanem ez, talán így az első dolog volt, hogy, hogy bárkinek is elmondtam. Jó, persze a családot leszámítva, akik egyébként tudták, mert ez nekem egy nagyon-nagyon kellemetlen része volt az életemnek. Mit gondolok az iskolai zaklatásokról? Nem volt benne részem és remélem a gyereknek, gyerekeimnek, gyerekeimnek se lesz benne részem. A humán ta tárgyas tanáraimnak végig érveltem a, köz a középiskolát, hogy új is programozva leszek, ne nekem ez nem kell, jó a kettes. Pedig ez igaz és tényleg volt, mire legyártottam a puskát mikro töb többször, mert volt, hogy elrantottam, volt, hogy megtanultam. Amúgy igen, igen, tehát, hogy én azt hallottam mindig is, hogy ha már belekezdesz, ha már a szendék megvan, hogy, hogy foglalkozz a dologgal, hogy rákészülj egy dolgozatra, egy, egy, egy felelésre, vagy bármi ilyesmire, akkor, akkor akkor a szendék már megvan, és, és meg fogod tudni tanulni. Ja. Úgyhogy, rossz egyébként az, hogy ez, ez a téma, ez így most jön elő, és hogy ezt nem tudtam, és valószínűleg nem is akartam senkinek elmondani mert nyilván nagyon sokat nagyon sokat jelentett volna, hogyha valaki ebben az egészben tudott volna segíteni. Ja, amúgy nem tudom, hogy ez most hogy jött elő. Sajnos nem az életem el az iskola. Te is ugyanígy voltál ezzel a dologgal, Ketelia? csúfoltak is azért, mert nem tudtál puskázni. Szerintem nem gáz szemansz. Ha itt vagy most, és nem éppen egy Blaha aluljárói kioszkról irogatsz nekünk, nézed onnan a twitch miközben már egy éve nem fürödtél, akkor, akkor, akkor azt mondom, hogy nem gáz. hogyha így van, ahogy mondom, akkor, akkor azt mondom, hogy gáz, hogy nem tanultál meg puskázni. Ja, igen, per ja, itt a puskázás alatt arra gondoltam amúgy George, meg Vik, hogyha te csinálod meg a puskát, persze, nem arra gondoltam, hogy másról lemásolod a dolgozatot, meg, meg más puskáját elkéred meg ilyenek. Érdekes, hogy egyre többen jönnek rá, hogy a játék is képes tanítani. Minden képes tanítani, ami, amivel foglalkozol. Mi, minden, minden dolog megtanít téged. Minden dolog megtanít téged. Hát ez egy nagyon alap dolog. Valamit túltolsz, azt is megtanulod, hogy hát, hogy nem kéne túltalni. Persze. Jósan még hát, ha, hát ha valamit látok. Nyelvtanulással is hasonlóan állok. Aha. Egyébként megmondom nektek őszintén, ha már itt az őszinte percek vannak, Iván Párrel. A, nyel a nyelvek sem mentek igazán. Egyetlen nyelv érdekelt az angol, a német és a latin, köz, meg a magyar közül, mert jó, hát a magyar ez nyilván érdekel, meg szerintem elég szépen használom a magyar nyelvet, és ez valószínűleg annak köszönhető, hogy hogy brutálisan sokat olvastam. Szóval szerintem nagyon szépen használom a magyar nyelvet, és a négy nyelv, majd a három idegen nyelv közül, ami leginkább érdekelt, az a latin volt. Azt nagyon szerettem, amíg egyházi suliban jártam, azt tanultam, és szerettem, az például nekem bejött. De a latinnal programozóként, rendszerüzemeltetőként és streamerként szerintem nem sok mindenre tudok menni, hogyha esetleg újra feleleveníteném a tudásomat. Az angolba meg éppen, hogy meglett az alapfokú az nyelvvizsgám, és uh, ha esetleg kommunikálnom kéne valakivel angolul, az az roppant kellemetlen lenne, mert valószínűleg nem működne. Egyébként igen, jelezték már, hogy valószínűleg képcsúszás van, uh, állítok nektek valamit, de sajnos ez ilyen. Sajnos ez ilyen, ne haragudjatok miatt. Nem? Egy pillanat. újraindítom, hát ha jobb lesz. Hát most talán jobb. Azt hitted, hogy perfekt angol vagyok? Nem. Nem. Az, az, az angolom az, az borzalmas. Ami, amit amit tudok, azt nyilván, mert mint, amit akarok, azt nyilván megértek. A játékok egyébként sokat segítenének abban, a játékok nagyon-nagyon sokat segítenének abban, hogy megtanuljam a nyelvet. A filmek, sorozatok, könyvek is sokat segítenének abban, hogy megtanuljam a nyelvet, mert mert amúgy érdekel. Csak annyi, hogy a streamerek egy játékot nektek, akkor arra nincs idő, hogy én most ott angol tanuljak, értitek? Hát én nagyon jól titkolok dolgokat, Vik. Például azt is, hogy milyen a nyelvtudásom, meg, hogy meg, meg ilyenek. Én ezeket a dolgokat nagyon jól titkolom. <tos> <tos> Bocsánat, pillanat. Bocsánat, csak itt kölögtem, köszi szépen, hogy szóltatok. Kölögtem, és nem akartam, be, hogy behalljátok, hogy uh, krákogás. Na most csúszik, mert... Uh, na most nem csúszik, mert nem hallani. <gülökké> Igen. Szóval uh, köszi szépen, a támogatásodat, meg neked is, Muz, illetve köszi szépen, Laca, hogy belöktétek itt a hájponatot. Köszi mindenkinek. Szóval igen, én, én, én nem, nem vágom annyira az angolt, persze mondom tudok szavakat, amik így... Az alapvető, az, az alapvető gamer angol nyelvtudás az úgy, az úgy megvan, tehát azért ott ellavírozok, ott, ott ellavírozok a játékoknál, de, de így stream közben sajnos nincs idő arra, hogy nyelvet tanuljak. Nekem az angolban a legnagyobb lökést a külföldi streamek adnák. Amikor, voltak idők, amikor néztem angol streameket, meg néha egyébként ma is vannak Stélon, de egyébként igen. Nyilván, ami, ami érdekel, ami téma téged érdekel, az egyébként segítene, mint például a gémelés is segítene a nyelvekben. Akár a játék, akár a gémekről való kontent Tehát például a streamek vagy a YouTube videók is egyébként segítenének ebben. Um, olvasok közben vissza. Minden hobbit, amibe olvasni kell, váltani angolra és szótárazni minden szót, amit nem értesz. Így van, így van. Ez abszolút így van, ez abszolút így van szerintem. Ez abszolút így van. Szóval a, gé a gémelés például simán segítene az angol tanulásban, Meg abban is, hogy közösségbe csöppen. egy olyan közösségbe, ami érdekel. Köszi szépen egyébként közben az ajándékaitokat. Ketelia, neked is a százas csírt, illetve Szevanz. <laughs> neked is nagyon szépen köszönöm. <laughs> illetve Grizzly, köszi szépen az ajándékot. Vexornak! Rég láttuk már Vexort. Köszi szépen az ajándékot neki, illetve Pepe, köszi szépen, hogy kisnemesnek is ajándékoztál egyet. Szóval, hát igen, tanulás. Mondom már nem tudom, hogy honnan jött ez a téma, hogy tanulás, hogy, hogy megtanuljanak az emberek tanulni, mint például én is, hogy, hogy nekem is ez nyilván egy, egy, jó dolog lenne, nem tudom, nem tudom hogy ho, hogyan keverettünk ide. Viszont amiről mindenféleképpen akartam beszélni nektek, az az, hogy... Ja, hát ott tartottunk, hogy a szüleink, barátaink, kollégáink mit gondolnak a hobbiainkról. Mit gondolnak a hobbiainkról. Ja, és ott, ott tartottam, hogy a, a, szüleim nem igazán értik, hogy nem igazán értik, hogy, hogy mivel foglalkozom. És talán nem is akarják érteni. Nem is, nem is akarják érteni. Milyen az LG monitor? Brutálisan jó. Brutálisan jó, és ez egy, ez egy, ez egy olyan monitor, ami elég sok igényt kielégít. Ha esetleg uh, szükséged van a nagyobb hercre, a szép képminőségre, akkor ez, ez mindenben helytálló. Én most készülök egyetemre, kb. 9 éve már leérettségiztem, igazából elhatározottság kell, és az ad egy affinitást, hogy tanulás, stb. csak szorgalom. Uh -huh. Ha, tök jó. Sose voltál jó angolból, és angol nyelvű egyetemre jelentkeztél, két évig szenvedtél, és utána se volt jó, de legalább megtanultál angolul. Tök jó szakszó. Animés mesés és gamer cuki pólókban vagyok a munkájában minden nap, és sokszor megdicsérik, de amikor elmagyarázom, hogy mit is látnak a pólómon, akkor kicsit meglepődnek. Én nekem van egy pólóm, ami, ami szimplán jól nézett ki, és ilyen gamer, gameres shopból vásároltam. Aztán kiderült, hogy az valami sorozat volt régebben. Egy, 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 egy moziban dolgozó takarító megdicsérte a pólómat, és meglepődtem. Amikor nagy gamer voltam, az volt a baj, amikor kövér az volt a baj, amikor sovány az, és amikor futok, akkor az. Mindig kaptam valamelyik családtól, barától valamiért kritikát. Ez, ez ilyen szem az, de ezek a kritikák kellenek ahhoz, hogy tudjad, hogy mi akarsz lenni. Hogy, hogy, mi akarsz lenni tényleg. Hogy, hogy kövér akarsz lenni? Akkor lehetsz kövér, csak tudjad magadról, hogy például az vagy, és más is annak gondol vagy hogy gamer vagy, és más is annak gondol rá, például. <coughs> a, a, visszajelzések fontosak másoktól. De megfelelni tényleg nem, nem látom úgy mindenkinek. És amúgy ez, az, ez, is, ez is, egy nehéz dolog, hogy, hogy, hogy megfeleljünk, megfeleljünk. Mármint, hogy, hogy, hogy meg, -e, meg -e akarunk felelni valakinek egyáltalán. Vagy olyanokkal akarunk lenni, ahogy jól érezzük magunkat. Van egy mondásom, egy igazi férfi legyen szőrös és <laughs> Ja, szóval azt hiszem, kibeszéltük részemről azt a témát, hogy a szüleim és a barátaim, illetve a kollégáim mit, gondolta, mit gondolnak erről a hobbimról. Sajnos én erről sokat nem tudok mondani nektek. Er erről, erről, amit tudtam, tényleg ki... A, azt így elmondtam nektek. Viszont van egy nagyon érdekes téma, hogy a gémek által kialakult kapcsolata, kapcsolataitokkal meddig juttok el? Hát ez ilyen gamer, gamer kifejezéssel van ötve, ötvözve ez a kérdés, hogy meddig juttok el? Meg lesz, -e, meg lesz -e a maxos szint? Meg lesz -e a maxos reputáció egy, egy kapcsolatban? Mert hogy, mert hogy nekem szinte nekem szinte a, a gémel a, a, a gémek által kialakult kapcsolataim vannak mondhatni, kb. csak olyan. nem csak olyan van de nagyon sokáig csak olyan volt <laughs> úgyhogy úgy, ez nagyon durva és hát látjátok, hogy látjátok, hogy játszottam játszogattam streameltem, és lett belőle kapcsolat. Lassan 5 éve együtt leszek Adrival, aki néző volt. Szóval a gamer kapcsolatokból bármi is lehet. És szerintem ezzel nem vagytok egyedül. Ezzel nem vagytok egyedül. Tudom jól, hogy közületek jó páramba va va vannak olyanok, akik, akik Gamer megismertél valakit egy játékba, vagy egy streamen, és együtt élsz vele. Akár már jó pár éve. Szóval. Szóval elég sokáig eljuthatnak a gamer kapcsolatok. Ki hogyan áll éppen ezekhez a dolgokhoz. Én például a páromat a 2012-es Flétem ismertem meg. Wow, az tök jó. Az volt a Gears of War logójú, vagy az a Assassin's Creed-es, a, a póló. Az, azok, azok szerintem még megvannak nekem. Tumblr blogolásból meg feleség. Na menj már, Fartipi. Hát ez rohadt menő. Ez rohadt menő. Igen, igen, amikor be, kell pótolna, be, be akarod pótolni a gémeket, elleszel velük, majd Zoli. Nekem apám nem érti, hogy abból szeretnék megélni, amiben tehetségem van, és szendékosan terel, ha feljön a téma, csak az a jó, amit ők itt talán szerencsére, amikor váltak a nyomon elmaradtam. jó. Hát, minél idősebb valaki, annál kevésbé. Mm, szeret mm, már ilyen új dolgokat megtanulni, annál kevésbé fogadja el azt, hogy változik a világ. Remélem, hogy azért jól halad az életed. Én nekem van egy jó kis sztorim, itt a csetedben ismertem meg Vitnit és Dagiluit, azt aztán elkezdtünk együtt játszani, végül annyira jobban lettünk, hogy elkezdtünk utazgatni egymáshoz, mert ők ugye egy pár, és végül, ami a legdurább, új életet kezdtek, és leköltöztek hozzánk Szegedre, és a legjobb barátaim lettek. Na menj már, Dév! Azt Vá, az is, azért ez is egy elég király uh, sztori, hogy meddig jut el egy kapcsolat, egy, egy, egy kb. gamer kapcsolat. Nekem a legjobb barátom Nessa a Discord szerveréről van, minden évben küldünk egymásnak karácsonyi ajándékot. <laughs> Tök jó. Egyébként uh, a legjobb dolog, hogy uh, a, ebben az egész dologban, az egész dologban, hogy itt streamelek nektek az, hogy közösséget és klikkeket, klikkeket tudok teremteni. Bármilyet. Akár olyat, ami szereti, amit csinálok, akár olyat, ami irigykedik és utálja, amit csinálok. De ezt nyilván nem kell egy kalap alá venni. És, és, és ö, ö, nagyon durva, hogy még ha nem is gondolnak bele ezek az emberek, akkor is én voltam az, aki megalapoztam ezt az egészet, és erre annyira jó gondolni. Bár egyébként tudom, hogy nehéz azt elképzelni nektek, elképzelni nektek hogy engem aztán akkor miért lehet utálni, meg, meg irigykedni, meg ilyenek. De hát van ilyen is. Én is a legjobb barátaimat így héter közösségében ismertem meg. <laughs> Stélon. Na, olvasom, hogy még mik vannak. Egy baromi rossz szóvízból indult ráadásul. Hát mi aztán nagyon tudunk viccelődni, amit egyébként, mármint mi férfiak, nagyon jól tudunk viccelődni, amiken mi nagyon jókat nevetünk, viszont a nők meg nem nevetnek olyan jót rajta, csak megmosolyognak, hogy... <gül> <gül> <laughs> Igen. Ez ilyen partipi. Ez ilyen. Jaj. <laughs> Ezt inkább nem is olvasom fel az best, amit írtál. Üdv mindenkinek, srácok! A gamer világ az tényleg kapcsolat... Hát minden, minden tud kapcsolatokat teremteni, persze. De tök jó egyébként, Viktor, hogy te is a barátnődet a, a, egy szolat ismerted meg. Mapko meg azt mondja, hogy megismertem két olyan embert, akik közül az egyik tíz évvel fiatalabb, mint én, a másik meg tíz évvel idősebb, két csodás embert, akikért tűzbe tenném a kezem, akiknél rendesen izgultam, amikor először találkoztunk, mintha első randira mennék. Ez George meg Asár. Miket tesz, tesz velem? Aj, már, csöp, már csöpögök, Mapko, hogy ilyeneket írogatsz. Tök jó, tök jó. Hát igen, hát igen. Mondjuk én erről már tudtam, úgyhogy ezt miért írtad le, Mapko? Olyanokat írja, amiket nem tudok, jó? Ja, szóval amúgy ez, ez, ez is tök menő. Ez is tök menő. Köszi szépen, Póczó, hogy itt voltál. Szia, szia, és kitartást. Én a feleségemet egy behajtó cég által ismertem meg. Hívott a tartozásom miatt, és ez alatt lebeszéltem vele egy randit. 15 éve vagyunk együtt. <tosz> ez mennyire jó már. <tosz> Ja, ez nagyon jó olvas fordítva. Az én poinjaimról ne is beszéljünk, a mai napig nem értem, hogy jöttünk össze végül. Na hát örülök, 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 hogy szereted Alexandra. És örülök, hogy itt vagy, és jól érzed magad te is. Vele is megtörtént életem legbizarabb találkozása. R6-esbe bevettek egy klámba, kiderült, hogy 9, illetve 13 évesek, szóval kirúgtam 35 éven már, de sajnos inaktív voltam, és kirúgtak. Hát nekem nem volt őszi szünet. Jaj, Pepe. Jaj, Pepe. Gondolom ők voltak azok, akik azt mondták, hogy 18 plusz, legyen mikrofon, és napi 6 órát kell játszanod. <laughs> azokat mindig olyan <laughs> nem leszólom, azokat, akik így keresnek uh, csapattársakat, csak mindig jókat mosolygok azon, amikor valaki random emberre vágyik maga mellett. Én soha nem tudnék random emberre vágyni magam mellé, soha nem tudnám, főleg így, hogy streamelek, azt mondani, hogy figyelj már, kopasz bocsánat, kopasz holnap gyere már siege Nincs meg, adok siege csak gyere játszani, azt izé, nyilván egy nagy zsákba macska, de hogy nem tudom, én, én nem tudom, én, én, azt a fajta ismerkedést, azt lehet, hogy nem vagyok már elég fiatal, fiatal hogy, hogy, hogy ilyen legyen. számtalan szervezet vadászt találkozóig, amik iszonyatosan jók voltak. Árbek, aki mintha a kisöcsém lenne, Dória Tancsi néni, Kókusz az agykurkász, Fleti a magas, Sedi a márk, mint én, és egy csupa szívember, Bonzsi, aki elalszik és nem jön, és itt tovább számtalan név volt már, aki kedves nekem. Ez tök jó, Matko. Ez tök jó. Hát igen. A, az, a, az a helyzet, hogy az a helyzet, hogy Meséltetek már egyébként korábban is ilyen dolgokat, hogy, hogy mit, mit, alakított, mit hozott nektek az életetekbe a streamem, és nem egy emberről tudok, akik itt a, itt cseten jöttek össze. Durva, durva, hogy ilyenek vannak. tényleg, tényleg a, a, gémek, a gémeken keresztül is lehet ilyen kapcsolatokat kialakítani, és, és ezek nem, nem egy beteg kapcsolatok. Tehát attól, attól hogy gamer, gémek által alakulnak ki kapcsolatok, szerintem uh, nem, nem arról szólnak nem csak a játékról tudunk beszélni tehát ezek a kapcsolatok nem, nem ilyen érdek dolgok hogy mit tudom én mint például pa Pepét kihasználták hogy hatalmas uh, csempionős uh, szígyes tudása van kihasználták a 9-13 évesek és, 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 utána, amikor meg nem ért rá játszani, akkor meg eldobták. Vannak ilyenek, de ezek nem igazi kapcsolatok. Persze, minden, minden, ismerkedés és barátkozás tud zsákba macska lenni, én csak azt mondom, hogy nekem erre már valószínűleg annyira nincs szükségem, vagy, vagy rosszul mondom. Tehát, hogy én nem, nem keresnék így ismerősöket, de nekem egyébként minden egyes találkozó veletek, ami, ami így van, az abszolút zsákba macska, és eddig még sose kellett csalódnom. Tehát, hogy igazából nagyon furán gondolhatunk egy másik kocka emberre, meg egy másik gamer emberre, akiről csak annyit tudsz, hogy játszik. De amúgy ők is ugyanolyan emberek, csak lehet, hogy más dologért érdeklődnek, más, más hiányosságok van az életben, más, előny más, előnyeik és pozitív dolgaik vannak az életben, szóval, hogy ez, ez, nem egy ilyen szektás dolog. Ez nem egy ilyen szektás dolog. Köszi szépen amúgy Cinci Princi a százas csíredet. egy német fiatal be akart állni a klánatokba, és meg kellett győznötök, hogy amúgy valójában a 60 év feletti öreg emberek vagytok, akik együtt játszanak. Wow. Én senkivel nem jöttem össze játék közben, meg is jönne az asszony. Erre nem szad semmit, sem mondom az best. Hát a mai világban ismerkedni, főleg fiatalon, ha párt keres, párt keres, barátot, nagyon lótré. Uh, hát ezt nem tudom, szem az, ez nem tudom, de amúgy uh, nagyon nehéz tartós kapcsolatot kialakítani, legyen az barát, legyen az annál több. Szerintem. Nehéz? Nagyon nehéz. Igen, amúgy, sata szerintem tök jól rávilágítottál arra, hogy miként gondolnak a gémerekre, mint hogyha egy szektás állatok lennének. Mint hogyha valami vallás lenne, igen. Mi az, az, a durva immortázoli, hogy megkérdezed azt, hogy a lányok mikkel játszanak. Az a durva, hogy ugyanazzal, mint mi. Ugyanazzal játszanak, mint mi. Mármint, hogy a Játékkonzolom meg, meg a PC, meg ilyenek. Szóval hogy. Nincs ilyen, nincs ilyen. Nincs ilyen különbség. Nincs ilyen különbség. Szerintem vannak srácok, akik ugyanúgy szeretnek címszerni, mint a, mint a lányok, és szerintem nem minden lány szeret címszerni, tehát hogy. Nincs ilyen, nincs ilyen határ, csak abban van határ, hogy éppen ki minek tartja magát így 2021-ben, meg hogy ki hogyan született. De ugyanaz, ugyanaz érdekel mindenkit. Platformem elszerűséggel játszottam először, még a Commodore 64-en beállítottam, játszogattam. Azt, 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 egy kicsit irigylem, Szen, hogy neked ilyenekben volt részed, hogy Nintendo-szat, mert ez tök jó lehetett játékok sokat segítettek az angol nyelv megismerésével, barátokat találni, hiszen korábban ki voltam közösítve, és senki nem barátkozott velem. Ja, az, az nagyon rossz. Az nagyon rossz, de, de amúgy egy, egy tök jó alternatíva. Egy tök jó alternatíva a, a, gémelés, meg az egyéb hobbikba való barátkeresés. Szen. Úgyhogy tök jó, hogy erre rájöttél, hogy szükséged van közösségre, barátokra és ilyesmi és és, és nem, nem egy pszichopata állat lett belőled, bár lehet, hogy az lett belőled szem, de hogy nem azt mutatott belőle magadból egy töccset. Ha bejött volna neked az egyházi suli, akkor lehet így egyház is lenne. Az a helyzet, hogy... Ö, ö, ja... Nem, nem én már akkor is tudtam, hogy mivel akarok foglalkozni, mármint, hogy ha más nem ilyen rendszer gazda, meg ilyesmi lennék, de hogy annyira nem csábított volna el az egyházi suli, hogy mit tudom én, pap legyek, vagy, vagy bármi ilyesmi vallási dolog. Szóval igen, hát durva olvasni, hogy nektek is milyen miket hozott így kapcsolatok ügyileg a a, a, a gémelés, game, game hát én szerintem elmondtam, hogy kiskoromban sőt egészen kiskoromtól kezdve a kapcsolataim azok azon alapulnak, hogy játékok rózsafűzér stream, meg uh, izé olyan hát az a helyzet, hogy röstellem Uh, én, én rengeteget jártam minisztrálni többször is. Volt, egy egész évben az összes misén ott voltam, még a reggeliken is, de elfelejtettem, hogy hogy hívják azt a menetet, amikor így körbe mennek a templom körül a, 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 a azoknál a jeleneteknél. Szóval, hogy az most nem jut eszembe, de olyan stream is lehetne, X-Fire Körmenet. Na, szóval, hogy körmenet stream. a püspök rendszer gazdája. A kövi Da Vinci kódos film rólad szólna. Kálvárja az? Szerintem amúgy az. De amúgy lehet, hogy körmeletnek is hívják. De a Kálvárja jobban, jobban beugrik. Van körmelet stream, úgy hívják, hogy formáj. Hubertest. <laughs> <laughs> Jaj. Jó, v visszakanyarodok, srácok. Igen, tehát, hogy, tehát, hogy még egyszer mondom, durva olvasni, hogy nektek is miket hozott a, gamer, a, a, gamer a és így a kapcsolatokat illetően. Hú, ezek csak egyébként ilyen iránymutató kérdések, amiken, amiken így gondolkoztam egy kicsit, hogy hogyan tudnátok ti is megfogni ezt az egészet, hogyan tudnátok írni erről a témáról, hogy hogyan voltak, mert hogyan hatottak rátok a játékok. És a következő kérdés az az, hogy a gémel, gémek által kialakult kapcsolataitokkal meddig jutottatok? Ja, nem, azt megmondtam. Ez volt egy 20 perce, vagy fél óra. Miben segítettek nektek a játékok az életetekbe, vagy éppen miben nem? Hát szerintem el, erről, erről én már meséltem nektek, hogy. hogy. hogy, a, hogy én eléggé, én eléggé rá, rácsúsztam a játékokra, és, 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 és természetesen gyerekkoromban, és nem is nagyon voltam úgymond felügyelve ezzel kapcsolatban. Mármint inkább már a felnőtthez, felnőtt, felnőttséghez, 18 éves koromhoz közel csúsztam rá a játékokhoz nagyon durván, de, de benne volt az is, hogy nem éppen volt fényes a, a családi háttér, és, és igazából ez számomra csak egyfajta menekülés volt a világból. Egyfajta, egyfajta menekülés volt a világból. Szóval, hát ennek amúgy megvolt a pozitív része is, de a negatív is egyben. Uh, de a, a leg, a, tehát mondom, a leges, legdurvább dolog az tényleg az, hogy most itt tudok lenni, és beszélgetünk erről az egészről, hogy uh, akár a streamelés, akár a, a akár az első, a, az ezelőtti munkám, mert hogy a, a streamelés gyakorlatilag a második a második munkám így az életemben. Szóval az első munkám is a, a játékoknak köszönhető, a második is annak úgy, hogy én szerintem kimaxoltam ezt a dolgot, hogy hogy, 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 így miben segített nekem az életben. Tehát gyakorlatilag, hogyha nem lenne, nem lennének játékok, akkor uh, akkor uh, hát, hogy is mondjam, hirtelen elég uh, üres lenne az életem. Persze vannak dolgok, amik érdekelnek, de hogy így egyik pillanatra a másikra, hogyha már nem lennének játékok, akkor akkor nagyon durván más lenne az életem, és nem csak egy picit változna meg. Ez olyan, mintha hogyha, mint hogyha együtt élnék valakivel, aki nem csak a párom, hanem a gémek. Nagyon durva. Nekem sok játék, látványvilága, vagy a hozzátartozó artbook segített a továrás megtervezésébe. Wow, tök jó, tök jó. Hát jó, de az más. Én, én azt mondom, Dave, hogy ez teljesen más, hogy introvertáltak vagyunk, meg antiszociálisok, de közben amúgy meg az interneten tudunk beszélgetni. Az más. Uh, itt van nekünk ez a fal. Itt van a fal ami egyfajta biztonságérzetet ad. Itt van az internet fal, és én innen beszélek neked, te meg onnan beszélsz nekem, és tudom, hogy, hogy ez, ez egy olyan faj, ez egy, ez, egy, ez egy, ilyen kapcsolat. Ez egy másabb kapcsolat, mint a szemtől szemben emberekkel. Hát egy cseten sokkal egyszerűbb megnyílni, mint szemtől szemben egy másik emberrel. Ennek megvan a hátránya is. Sokkal értéktelenebb lehet, hogy is mondjam, sokkal értéktelenebbek az ilyen kapcsolatok, mint a személyes kapcsolatok. Előnyök, hátrányok. Én cseten sokkal szégyenlősebb vagyok, komolyan. Én nem szeretek semmilyen szociális dolgot, ezért a játékok töltették ki, látom, vannak itt még így. Persze. El, el fogjuk olvasni, Zodiek, el fogjuk olvasni, amit, amit írtatok. Gondoltam hogy egy kicsit a nostalgiával kezdünk, aztán beszélgetünk témákról, és lassan véget érünk itt a, a témavezető kérdéseken, a, mert persze amikhez hozzászóltok, azt is elolvasom, de a, a vége egyébként ennek a, ennek a stream résznek, a beszélgetésnek az lesz, hogy majd elolvasom, hogy ti miket írtatok a Discordon. Nem lennének játékok, valószínűleg többet foglalkoznék az állatokkal. Váó. Wow. De durva. Duomanó. Nyelvtanulás mindenképp pozitívum, de ha az igazságérzetemet né nézem autós közlekedésbe, akkor negatív óvóumként tekintek. 15 év óvra sajnos az idegeim nem a régiek. <laughs> ne figyelj! Kidegeskeded ki magad autózás közben, de úgy, hogy nem, nem ártasz másoknak, akkor azzal szerintem nincsen gond, mert valahogy, valahogy ki kell engedni az embernek a gőzt. Én, én ha kérdeznétek azt, hogy, hogy hogy, hogy engedem ki a gőzt, hát most ez egy nagyon jó kérdés, mert gőzöm sincs. Nem verek senkit, semmit, és lehet, hogy ez, ezek a dolgok csak úgy gyűlnek bennem. Fürdőszoba ablakon. <laughs> Mert hogy gőz a fürdőszobában. Lehet, hogy nincs gőzöm, amit ki kell ereszteni lehet. Olvasom, hogy még miket ír írhattatok. Kienkedni a gőzt abszolút segített nyelvtanásba szórakozni, kizökenni a minden napomban. Ajaj, ezt írt a Szemanz, és már nem is tudom, hogy mire írhatta. Ja igen, hogy mibe segített a, mibe segített a játék. Dave például jobban tudja kezelni a dühét, csak hetente egyszer megy le széttörni egy billentyűzetet az utcán, nem naponta tizet, úgyhogy már megérte, hogy siege -ezik, mert jobban kez tudja kezelni a, a a dühét. Lehet a játék tett ilyen nyugodtán? -e? Nem tudom. Sok, sok minden, sok minden közben játszott. Sok mindennek szerepe volt, hogy, hogy ilyen lettem, amilyen... A vulkán is ilyen, csak gyűlik-gyűlik és egyszer bum. Hát, mint a psziopaták. Dühkezelés, de szerintem nagyon sok játék alkalmas, hát nem tudom, én mondjuk, hogyha nagyon egy dühös ember lennék, akkor nem biztos, hogy uh, belekezdenék mondjuk egy Dark Na és, és hát nem tudom, mennyire, mennyire Uh, milyen akartunk ebbe a témába belemenni, de itt van az utolsó kérdés, hogyha valaki esetleg még az előző az akar hozzászólni, csak nyugodtan, srácok, hogy, hogy miben segítettek nektek a játékok. Az utolsó kérdés az az, hogy miként vészeltétek át a koronavírus tavaly évelején okozta hirtelen változásokat? Uh, hobbik, amik például megszűntek uh, egy kis időre, vagy, vagy örökre nálatok? Uh, mi az, bármint, hogy mennyi szerepe volt a, a, játékoknak például, például a játékoknak, nem kell, hogy például a játékokat mondjátok, de hogy, hogy mi az, ami, 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 így, ami így nagyon sokat segített abban, hogy, hogy, hogy itt lássatok akkor kezdődött igazán a játszás. Persze, sok, sokan vannak így, sokan vannak így, és, és arra vagyok kíváncsi, hogy aki esetleg, amire a legesleges leges legkíváncsi vagyok, ami, amit akkor is mondtam, amikor raviddal beszélgettünk erről, hogy aki abban az időben csöppent bele ebbe a gémervilágban, annak, annak ez milyen élmény volt, mert, mert az az, ami, ami így számomra így megfoghatatlan, hogy neki milyen lehet ez a, ez a dolog. Rajz, rajz és még több rajz. Steve, de hát a végére profi alkotó leszel, már, mondjuk így is az vagy. Amúgy is a diszoc vagyok, és játszok, ha meg sportolok, egyedül bringázok. Na hát ennyi. Ennyi Equilibrium. Valaki meg ugye lejárt a konditermekbe, és hirtelen nem volt nem tudott magának otthon egy, egy mobil konditermet rihítjenteni. Nyilván alternatívákhoz lehet nyúlni, de lehet, hogy valakinek könnyebb volt váltani, vagy abba hagyni egy, egy, hobbit. Nem volt változás, csak még annyira se tudtam munkát állni. Ú, ez mondjuk elég deep alanér. Én nem gondol, nem, nem, amúgy tudom, hogy a, a tudom, hogy a, a, gyerekek nagyon gonoszok egymással, és a felnőttek még gonoszabbak egymással, mármint, hogy lehetnek egymással, de én én szerencsére mindig el tudtam lavírozni a társaságok között, és sosem voltam cé céltáblája azoknak az embereknek, akik, akik így akik így piszkáltak volna, úgyhogy ezt sajnos nem tudom megérteni igazán, és hát sajnálom, aki, aki, akinek ilyen, ilyen kellett átmenni. Persze, amúgy köszi, hogy leírtad a Equilibrium. Na nézzük, miket írtok. Covid óta nem voltunk moziban, pedig előtte havonta legalább egyszer voltunk, ha nem muszáj, nem mozdulunk ki a városunkban. Aha, Uh -huh. Hát igen. Valaki mint például Ricsi, csak akkor mozdul ki most már így a vírus óta, amikor, amikor nagyon muszáj. Aha. Pedig annak a, a mozizásnak abszolút megvan a feelingje, de nyilván nem biztatnék, nem bíztatnék senkit. Hogy hogy már pedig, már pedig érdemes kimozdulni, mert ezt mindenkinek magának kell eldöntenie. Én pont akkor csöppentem bele, írja Golden Samurai, előtte mindig csak a vodok mentek, sose voltak, sose voltam Twitch-e, majd a bezárásoknál rávettem magam, és egy új világ várt, így a karantén a Twitchből állt, majd a, a sok-sok boltat a Lego... Star Wars 7 került összerakásra. Wow! Wow, az azért tök durva lehet, hogy így. Vodokat néztél eddig, aztán, egy, aztán itt a Twitch, és, és tök durva, hogy így. Hát ugye ez a streaming dolog is, meg ez a gamer dolog is. Ha esetleg kérdésed van, akkor tudsz érdeklődni, és így azonnal választ kapsz nagyjából. Oké, és gyorsan visszamegyek vissza egy kicsit, nehogy lemaradjak a dolgokba. Nem az irodába kellett a plafon nézni üres járatba, hanem lehetett gémálni a home office-ba. Sajnálom egyébként amúgy azokat, uh, szolár, -e, akik, uh, szol -e, akik, uh, akik uh, ha elvégzik a munkájukat, amit kell, akkor sem csinálhatják azt üres járatban, amit szeretnének. Például nem nézhetnek streameket. Megcsinálod a munkádat, és uh, és nincs mit csinálnod, és nem csinálod azt, ami, 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 amit úgymond csinálhatnál akár a vezetőség, vagy bármiféle dolgok miatt. Hát, Misi, ahova szeretnéd igazából, ha ide írod, én azt is elolvasom, ha a Discordra írod, azt is elolvasom. A Discordra azért mondtam, hogy igazából, hogyha uh, nagyon nehezen indulna be a téma, akkor nagyon jó ö, alap lenne az, hogy ti miket mondtok. Ilyenkor szoktak adni munkát általában úgy négy-öt napit. Hát jó csak. Na mindegy. De tényleg ö, sajnálom. Mert ne nem egy embert ismerek, aki, aki a. Melóban van, megcsinálja a munkáját, amit kell, és jól leszúrják, hogyha éppen nincs mit csinálnia, és mondjuk streamet néz. Nálunk az a mondás, hogy nincs olyan, hogy elfogy a munka. Érdekes. Persze, ez is egyfajta hozzáállás. Ez is egyfajta hozzáállás, attól függ, hogy ki milyen közegben dolgozik. Bocsánat, csak közben olvasom a Nekem sokat segített a játék, hogy több helyre tudjak figyelni, megért csak komplex dolgokat, jobb rálátást kaptam általuk a világ dolgaira. Mély szerepe volt a játékoknak abban, hogy könnyebben el, el tudtam viselni a Covid helyzetet. A Terraria nálam az abszolút legjobb dolog, ami évek óta velem van, és sok negatívan segített. Wow, ezt nem is gondoltam volna, szóval, hogy a terária sokaknak segít. Mármint, hogy így így ilyen uh, mély dolgokat is eredményezhet. És miközben így olva olvastam az írásodat, amit így írtál, Szen, eszembe jutott, hogy hát én nem is mondtam nektek azt, hogy még így a 2000-es évek elején én úgy mentem általános iskolába, hogy már az első osztályba, hogy én már tudtam írni, igaz, nem uh, szép írással, hanem úgy tudtam leírni az ABC-t, ahogy, ahogy hát a, a gép, a gépen, ahogy leírunk egy karaktert, Tehát le tudtam írni nyomtatott nagybetűvel a, 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 betűket, és, és, olvasni is tudtam. Tehát úgy mentem az első osztályba, hogy tudtam írni, olvasni. És minden mindemellett egyébként, mindemellett egyébként ö, rengeteg olyan játékkal játszottam, amilyen okító, ilyen, ilyen, ilyen hát ismeretterjesztő, vagy nem tudom, hogy ezeket hogy lehet hívni. Kíváncsi vagyok, hogy közületek hányan ismeritek a, a Mano világot, a manómatekot, a Manu angolt, és ezeket a, ezeket a játékokat. Ezek a 2000-es évek elején nagyon-nagyon sokat mentek, és a, a gyerekeknek segítettek igazán. Ö, én azokkal rengeteget játszottam. Azok játékok, amik, amik oktató játékok. A manóvilág. világ az például olyan volt számomra, hogy így érdekelt, nagyon érdekelt, mert, mert játék, és, és akartam tanulni. Csak a war. Az más, az más, az best, az, az más. Fejlesztő játékok, igen, igen. Az más és más. van ahol még megvan lemezem. de szerettem azokat a játékokat. De szerettem azokat a játékokat. Úgyhogy valószínűleg, valószínűleg most egy nagyon réteg játékot mondtam, mert hogy ez a 2000-es elején ilyen, ilyen, ilyen fejlesztő-oktató játékok voltak. Ö, például, aki eljött hozzánk szülő, és megmutatta a gyerekének, mármint hogy megmutattuk a gyerekének, hogy van ilyen játék, az ö, már így a 2000-es évek elején kezdett megnyílni és, és rájönni arra, hogy hát itt a számítógépeken nem csak öldökölni lehet a, a, másik játékosokat, meg, meg a szörnyeket, hanem amúgy lehet tanulni is. Szóval, szóval a, 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 manó, a manó, részek azok nekem nagyon adták. Azok nekem nagyon-nagyon-nagyon szerettem azokat. És tök jó olvasni, hogy, tök jó olvasni, hogy Fáran ismeritek. Áran azért ismeritek. Gyorsan visszamegyek a chatten. en Szerintes olyan munkám van, ami akkor se szűnt meg, mint ács, de itthon a játék legyen az bármi. Wow, Covid. Tök jó. Tök jó. Az jó, hogyha nem volt rád uh, negatív hatással. Nálam inkább az volt a baj, hogy én tudok, ki tudok kíni a játékoktól, a túl sokat tolom, és akkor van nálam baj, mikor már játszani sincs kedvem. Semmi ez. Ó, értem, tikul. Akkor még lehet, nem találtad meg az igazit. Vagy lehet, hogy nem biztos, hogy a játékok nyújtják számoda, számodra a legjobb kikapcsolódást. Lehet, hogy téged más kapcsol ki, és nem a játékok. A játékok is ki tudnak, persze, de lehet, hogy te pont olyan vagy, akit, akit nem, és inkább csak felidegesítenek. Nálam a karanténus időszak a kezdődött, a Queen's Gambit, és ez vitt rá a Twitch-re, és terveztem streamelni programozást, és ezért kellett egy performance gér, gép, végül abból nem lett semmi, de a twitch menet, és az, hogy játékokat meg akartam ismerni, elhozott a VR de VR csatornára, és az végül ide. <laughs> ez tök jó. Ez is, ez is nagyon jó olvasni egyébként Jazz Gear, hogy, 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 hogy mi lett a, mi lett a karanténból nálad a covidos időszakból. Szorongásos pánikbetegség. Sajnos erről, erről annyira nem tudok uh, semmit, de nem hangzik annyira jól a meleghely. Úgyhogy... Uh, ahogy olvasom, nem is nagyon mész sehova. Remélem, hogy, remélem, hogy uh, kevésszer fog feltűdni a hátralevő levő részébe az életednek. Talán ez, ez egy kedves kívánság volt tőlem neked. Azt hiszem. De ezt, ezt a témát annyira nem vágom. Na igen, ebben szerintem a többség azért hasonlít, hogy alig-alig mozdul ki a COVID miatt. Nekem is csökkentek az ilyen kimozdulások, de főképp inkább az viselt meg, nem is kicsit, hogy a családomat alig láttam. Uh -huh. Hát én annyit látom jelenleg a családomat, mint a COVID előtt, szóval. Értek. Ez nekem annyira hatással nem volt. Sőt nekem nekem igazából a leges, legrosszabb dolog, amit okozott a, ez a, a tavaly évelei koronavírusos dolog, az az volt, hogy maszkot kellett hordani. A leges, legnagyobb problémám ez volt. Úgyhogy én abszolút mázisának mondhatom magam. Etéren. Emlékszem, fent a Pesti léten én hangos könyveket hallgatva dolgoztam, félfélem bedugva a főnök vagy valaki szólt, tudtam figyelni, segíteni, úgyhogy mivel a munka megvolt, a főnököt így nem zavarta. És az a legjobb egyébként Steve, legalábbis én mindig azt hallottam, hogy amíg a főnököt tudja, hogy mi az, ami, amivel szórakozol, amikor nincs munka, az a legjobb, mert akkor tudja, hogy Nézzél, nem, nem súnyiba csinálod a dolgokat. ez beolvasom, amit írtok. Nem bántottak a suliba, sajnos általános elejétől kezdve, miatt menekülés találta a játékokba, a WoW-nak köszönhetően tíz éve megismerte a párom, akivel már van egy gyerekünk, nem sok, nekem sokat segített a tanulásban, megnyúvást adott a játék, és a mai napig, ha nagyon eljön a Leave Me alone hangulat, akkor a játékban menekülök, illetve esténként egy kis rezet tud lenni az agyamnak, ez ilyen dióhéba. Még mentek annó a sorozat játékai, meg a Smurf magyar, ami segített tanulni. Hú, basszus, mi úgy, ezt, ezt, ezt a, az elejét ezt nagyon rossz volt olvasni, hogy, 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 hogy ilyenek, ilyenek történetnek, és, és uh, lehet, hogy, hogy mázistának, uh, mázistának kell tartanom magam, hogy, hogy én ilyen szerencsés voltam. Szerencsésen túléltem, mert uh, az iskolai éveket túl kell élni. <laughs> Mindenkinek más okoz nehézséget nyilván. Senkinek se úgy megy az iskola, hogy csá, kész. Hát örülök, örülök egyébként, örülök egyébként, hogy, hogy uh, ennyi, ennyire nem csak a játék nézés jelent sokat uh, nálat nálad hanem bizonyos tartalomgyártók uh, sírusa hozzáállása a dolgokhoz. Halálok feldolgozásába is, aha. Persze. Jó, figyelj Tomi, a legjobb, hogyha meg tudod találni azt, hogy mivel tereld el a gondolataid erről, és, 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 hogy megérjem benned a dolog, hogy hogyan kell, hogyan kell hozzáállni ez az egészhez. Most vagyok 30, szakközépes, szakközépes koromban egy jó barátom elköltözött az ország másik felébe, így keveset tudtam vele találkozni. Messengerre sose akart feljönni beszélgetni, mert mindig játszott. Miatta kezdtem el játszani a Metin 2 hogy közben tudjak vele beszélgetni, mert máshol nem akart. A gémelésem történetének egy része, ez a kellemesebb része. Ez a kellemes, hogy szerettél volna egy barátoddal beszélni, meg nem akart? Ö, nem tudom, én, én úgy gondolom, hogy... Az, az ilyeneket nagyon kell értékelni, mint te Misi, hogyha akarsz egy kapcsolatot, akkor teszel értem, mert szerintem így, a, így hogy itt ez az online világ, nagyon-nagyon keveset tesznek az emberek azért, hogy fennmaradjon egy kapcsolat, mert annyi meg annyi más kapcsolat lehet még. Miért akarjunk -e egy kapcsolatot, amikor lehet még? Szóval ez becsülendő, Misi. Köszi szépen, Szemansz, hogy itt voltál, aztán további szépet és jót neked. Ó, basszus. Hát, Malakai, ez nem hangzik jól. Ez nem hangzik jól. Szevasz, Vexor! Szia, szia! Én is utáltam a maszkot sokszor. Hát jó, csak ezt most az ez a maszkutálatot azért hoztam fel, hogy nyilván másoknak sokkal komolyabb sokkal dolg. Tehát, hogy valaki munkát vesztett el, barátokat vesztett el, lakást, ingóságokat, ingatlanokat vesztett el a, a koronavírusnak köszönhetően. Nekem meg a legnagyobb bajom az az volt, hogy maszkot kellett hordanom. Tehát, hogy csak hogy így mutassam, hogy ne, ne, nekem, nekem szerencsére hál' Isten. Ez volt a legnagyobb gondom abban az időben. Maszkalod bármilyen grimaszt vághattam. <laughs> Igen, Zolcsi. Igen, nem úgy. Igen, az iskolai éveim azok nálam is ilyenek voltak, hogy, hogy játszottam, olvastam, meg hasonló dolgokat csináltam. Igen, igen. Abszolút zodiák. Ja, ja az amúgy az beszélt iszonyatosan mezista vagy, mert mint szerintem azzal kapcsolatban, hogy hogy órán megtanultál mindent, ami ott lement, és mert otthon csak a házit kellett megcsinálnod. Jaj, jaj. Igen, amiatt, amiatt mázistának tartalak. Jó. Srácok, ha nem bánjátok, most... Me, felolvasom, vagy legalábbis, hogy megnézzük, hogy miket írtatok Discordon. Aki Discordra írt egyébként a stream kezdetéig, annak lehetősége adódott arra, hogy bekerüljen egy kalapba. A kalapba, ahol lehet nyerni itt Andrével, t Andrével, Andrével, Andrével kettőt, Overcooked egyet, Overcooked 2-t, és az Overcooked All You Can Eat-et is. Szóval, aki hozzászólt a témához a ennek a beszélgetésnek a kezdetéig ez, ezzel az egész uh, hogyan hatottak rád a játékok témával kapcsolatban az, az nyerhetett ilyen játékokat. Én vagyok nálad a Discordon, de szégyenlős vagyok. Van ez így. Nincs ezzel gond. Nincs ezzel gond. Um, na nézzük! Az első, aki megszólalt <laughs> Ez most olyan, hogyha valami alkoholisták klubjáról beszélnénk, de de nem, tehát hogy akkor akkor inkább úgy vezetem fel, hogy az első, aki a véleményét nyilvánította ezzel a témával kapcsolatban, az Lord Fairy volt, aki azt írta, hogy az első játékra, így konkrétan nem emlékszem már, de az biztos, hogy Commodore 4, 4 plusz 4 volt, és talán a holdjáros játék, mikor egy holdjáróval kellett leszállni, talán, utána jött a Game Boy is, még a fekete-fehér, ott már Super Mario, Terminátor és FIFA. Wow! Hát én amúgy annyira megnyomkodnék majd egyszer egy ilyen commodore vagy ilyen Game Boy-t, mert ezek, a, ezek az élmények nekem így kimaradtak. És tökre kíváncsi vagyok. És nyilván nem úgy állnék hozzá, mint, mint, mint olyan, aki, akinek ez nem jelent semmit, hogy, hogy... Ferecske. Közben próbál a dobozba bejutni, mert nagyon izgalmasnak tart egy dobozt. Úgyhogy ha halljátok, hogy valami van a háttérben, akkor Karácska éppen egy dobozba akar bejutni. Szóval hogy annyira kipróbálnák majd egyszer ilyeneket, hogyha sor kerülhet rám. Ha, ha lesz rá lehetőség. Ez beiszok, mert szerintem amióta beszélünk, azóta, azóta nem nagyon ittam, pedig a hidratálás fontos. Ö, aztán a 386 és a 486, és onnantól haladtam szépen sorba a korral, de inkább mert csak. PC-n. Mikor elkezdtem dolgozni, akkor jöttek vissza nekem a konzolok. Jelenleg PCPS Nintendo platformokon játszom. A Game Pass miatt nagyon gondolkodom az Xbox-on is. Ó, Ez a 386, meg ez a 486, ez micsoda, srácok? A Holden-járós játék az nehéz volt. Na hát akkor ismerjük. Ja, hogy azok az Intel, Intel processzoros. Aha. Mm, uh -huh. mert, mert ezeket sose vágtam, mert abban az időszakban AMD és ASZEM, vagy azután már nem emlékszem, mert emlékszem, hogy az osztálytársaim mondták ezeket a számokat, és sose tudtam, hogy mi van, mert én nem tudtam, hogy nekünk mi van, meg nem is érdekelt annyira, hogy mi van a milyen pontosan mi, tehát hogy abban a 6 vagy 8 vagy 10 gépből éppen melyikben mi van, ez sose érdekelt, annyi tudok, hogy Ati Radeon 9100, 9200-as, 9600-asaink voltak, ezek rémlenek, de ezek a 386, 486, ezek sose vágtam, csak mindig mondták osztálytársak, hogy ilyenek. Igen, és volt a turbó gomb is, az, az is rémlik nekem, amit, amit én sose nyomtam meg. A lecske most vagy menj be a dobozba, vagy valami, de folyamatosan nyitogatja a doboz ajtaját. Hopp, most be is ment. Bement a dobozba. Itt egy Radeon 9800 doboza valahol. Nekem még mindig megvan a 9600, vagy a 9200 valamelyik az egyik közül. Szóval az, aki ilyen régi Intel procik, aha. A szülők rokonok között a szokásos sztereotípiák mentek, de persze sose voltam eltiltva ettől a hobbitól, ma meg már teljesen elfogadják, hogy nekem ez a hobbim, és a kollégák között egyre több, a gamer, egyre több gamer van, amit nagyon jó látni. Nekem például a főnököm is az, a forzát együtt vártuk nagyon. Menjetek már! Ez, 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 szerintem egy tök jó, és, és úgy gondolom, hogy ismét csak tök mázista. tök mázlista a Lord Féri, szerintem, mert mint hogy most nem azt mondom, hogy Lord Fairy mindig mázlista, de hogy ebből a szempontból szerintem abszolút. Bocsánat, közben. Itt a tűzszögtem. Szóval, hogy ez tök jó, hogy, tök jó, hogy ilyen jól, jól kezelik, és lehet, hogy csak nekem van egy rossz kép kialakulva a fejemben, hogy hogy alapvetően a szülők, a rokonok, a barátok és a, a kollégák azok, azok így nem tudják ezt a gamer, gamerkedést ezt így hová tenni. De ez tök jó, hogy a főnök, főnökkel együtt vártátok, hogy megjelenjen a Forza. Nem, sose volt az meg, hogy csak egy valamit szerettem a játékokon belül, de azért az MMO-k elég sok évet elfoglaltak az életemben. A Lineage, Lineage 2, a WoWa a Final Fantasy 14 volt, mikor ezek közül évekig csak az az egy terget, de ma már inkább akarok kipróbálni minél, ki akarok próbálni minél több játékot, ezért nem tudok annyi időt egy MMO-ra áldozni, azért a New world -be belepörgött egy száz óra. Igen, ez, ez, ez hasonló volt amúgy nálam is, mert hogy volt idő, amikor tehát, hogy csak a WoW. Vo volt idő, amikor csak a WoW ment, és egy istenért se tudtak a haverok elrángatni, kodozni, meg semmi ilyesmi. Az MMO az ilyen. Az MMO az, 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 olyan, hogy annyi időt megeszik, mint két, három vagy négy másik játék. És ez nem olyan, hogy meg kell, hogy egyen, de a maximalista emberek, akik mindent meg akarnak szerezni egy MMO-ba, azoknak nehéz, nehéz félretenniük, hogyha éppen a szabad van szó. Szóval, hát ez nálam is így volt, hogy a WoW a az nagyon pergett. Úgyhogy... Hát, e, hát ebben, ebben hasonlítunk Lord Lordférivel. Engem gyerekkoromban a játékok irányítottak az informatika felé, emellett még a zene volt, amit szerettem, így a kettő ötvözéséből jött, hogy hangmérnök leszek. Végül elhelyezkedési nehézségek miatt átnyargaltam a távköz, távközlési mérnöknek, de mondhatni, hogy a játékok segítettek irányt mutatni, hogy mivel vagy milyen területen dolgozzak nagyjából. Asta. Még nem tartunk, nem tartunk, a végén ezeknek az üzeneteknek, de az a durva, hogy, hogy ez tök jó olvasni. Ez tök jó olvasni, amit, amit itt most Lord Ferrier, és, és, egyébként ne aggódjatok, de a tiéteket is nagyon jó volt olvasni. Nagyon jó volt olvasni, hogy ti nektek már mint itt most így a chathez szólok, hogy nektek így ezek a dolgok mit jelentettek, illetve milyen hatással voltak rátok. Ez ez, ez, ez nagyon jó olvasni, hogy mások hogy én hogy én nem vagyok a nem vagyok a dolgaimmal egyedül. És hogy közületek, egy-két ember biztos van, aki hasonló dolgon átment mint én. Te durva. Ja, igazából az MMO egy olyan játék, ami, amit ajánlani tudok annak, aki, akinek hirtelen felgyűlik egy csomó szabad ideje, vagy valamiben nagyon durván bele akar merülni, nagyon durván el akar vonatkoztatni, nem, nem akar annyira, nagyon, hát tehát, hogyha ki akar, kapcsol, ki akar kapcsolódni, akkor egy, egy WoW például egy nagyon jó példa, mert az alatt a 15 év alatt, amióta kint van a WoW, annyi mindent meg lehet benne csinálni, hogy ha esetleg sok időre van szükséged, hogy megregj, feldolgoz, átmenj valamin, akkor az mmo például erre tökéletesek, mert rengeteg mindent adnak. Nem azt mondom, hogy egy single játék nem ad egy olyan élményt, egy, egy, egy ilyen élményt, de de egy MMO-ba rengeteget, rengeteg időt bele tudsz tenni, és nem kell gondolkodnod, hogy mit akarhatnál, hogyha esetleg végzel egy játékkal, szóval persze. Meg, megvan az MMO-nak a jó, jó oldala is. A koronavírus hozott jó pár, ö, jó jó pár jó és rossz változás. Nekem a pozitív, hogy azóta full-time homofizba dolgozok, és mindig is így akartam dolgozni. A rossz dolog, hogy mikor megérkezett, elkezdtem sóhajtozni, sohaj és ez azóta is megvan, ami valamilyen tudatalati dolog, és nem nagyon tudnak vele mit kezdeni, talán egyszer elmúlik. Ó, de érdekes. Plusz egy pozitív dolog, hogy a vírus miatt miatti helyzet miatt is a lányom haza költözött külföldről, így többet látom, mint eddig. Wow! 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 Mik vannak? Hát ezt jó volt olvasni egyébként Lord Fairytal. Ezt jó volt olvasni. Hm. Durvák ezek a sztorik. Mármint, hogy így jó értelemben. Nekem a kolléganőim még azt se tudják, mit jelent a stream, nem nagyon tudok velük erről beszélgetni, viszont a párommal hasonló az érdeklődési körünk, egy-egy játékot együtt várunk, vagy nézzük streamen. De jó. Ez tök jó, ez tök jó itt van, hogy legalább a pároddal uh, tudtok ezekről a dolgokról beszélni, olyan dolgokról, ami, ami érdekelnek téged. Nézzük. Nézzük. Zodiek. Csatlakozom pár dolog terén Lord férihez. Nekem 6-7 évesen lett egy Nintendo Game A monokrom kijelzős, nálam a sorrend a Pentium 2.4-es PC-vel kezdődött, konkrét első játékom nem volt, vegyesen autós, NFS, FPS kód, és természetesen a Prince of Persia játékon nőttem fel. Én a Prince of persia telefonon játszottam, még akkor az időben, amikor ilyen jávás játékok voltak, és nézegetni kellett, hogy milyen pixel felbontású a, 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 a telefonom, és akkor úgy töltöttem rá, rá le a, a Prince of Persia játékokat. Természetesen tudom, hogy ez azért nem ugyanaz, de nekem az, az jelentette a, a Prince of persia Hát igen, az egy Isten volt, akinek 240 x 320 as kijelzője volt. Nekem 128x160-as volt, azt hiszem. De igen, tátos. Igen, igen. Valami 120, azt tudom, hogy 200 alatti volt mindkettő érték. szülők terén nálam is nagy volt az ellenállás, hogy ne üljek annyit a gép előtt, de szerencsére erősebb volt az érdeklődési köröm az iránt, mint más területen. Valahogy a műszaki dolgokat elég gyorsan átláttam és megértettem, így a szüleim is belátták, hogy nincs értelme másfelé terelgetni, azóta én vagyok a családi informatikus. <laughs> Akkor legalább zodiák, tudom, hogy kit kell keresni, hogyha esetleg lassú lenne a gépem. Zodiák, az a helyzet, hogy lassú a gépem, tudnál -e segíteni? a jó kis, jó kis informatikusok a családba. Jaj. Igen, a gameloftos játékok, azok mennyire jók voltak, Mappo. Visszatérve a játékok terén nekem is volt pár vovos kitérő, de megmondtam, át, átálltam a sztori alapú játékokra. Jó pár éve PC laptop irányba állt, a konzolra először egy Xbox 360-ra, te somtól majd egy PS4, most a PS5 az aktuális jelölt játékra. Ha. Wow. Hát amúgy abszolút értető. Abszolút értető az irány, abszolút értető. Um. Igen, ott tartottunk. Munkatéren pár év kitérő után visszataláltam eredeti hivatásomhoz, így most informatikai területen dolgozom, amolyan helpdesk rendszergazda kombóba. Gyerekkoromban, gyerekkorom óta úgymond a játék, játékban élem ki a dühömet, így elég türelmes embernek látnak mások. A kontrollerem korábban, meg a bilentyűzetem bánta -e sok esetben. Mondhat, én megtanultam kezelni az indulatosabb vénem, így kevesebb a konfliktus részemről, ha be, belebotlok egy-két értetetlen szemébe a Covid részemről sok változást támozott, sajnos a meló miatt ugyanúgy járnom kell az irodába, illetve külső helyszínekre. Ezért én próbáltam inkább fokozottan ügyelni arra, hogy minél kevesebb kontakt legyen, és eddig sikerült is megúszni. Bár a kezdeti munka előtt vagy után nem mert se a rész az picit megviselt, mert így a szüleidemet se látogathattam meg. Uh -huh. Ö, most így, hogy már sokagyára sok olvasom ezt, és ezt most nem, nem, arra gondolom, hogy nem arra gondolok, hogy, hogy esetleg rengetegen írtátok volna, viszont nem Zodiac az első, aki azt, azt azt, írja, hogy nagyon sokat segített a játék abban, hogy jobban kezelje a dühét. Hm. Akkor lehet, hogy én, én nem nagyon szoktam ne, vagy nem is tudom, hogy hogy mondjam távol állt az, hogy dühös vagyok, amikor éppen játszok. Szóval uh, nem, uh, lehet, hogy rosszul láttam ezt eddig, és, 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 uh, és uh, rosszul képzeltem el azt, hogy mi az, amit lehetne ajánlani egy, egy, egy uh, dühös helyzetbe lévő embernek, vagy hogy, vagy hogy mit csinálhat egy dühös gamer. Hm. Szevasz, Gabcsi! de, de durva azt olvasni, hogy, 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 hogy így a, 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 játékok azok így segítettek ebbe. Tényleg. falhoz zengi a kontrollért mint én. Az nem jó. Tönkre megy a fal, bereped, azt azon dolgozni kell, gácsi, kivenni, a, kivenni a, kertbe, és akkor ott valamihez vágni a járdához. Na, Viktor azt írja, én nem nagyon emlékszem, hogy mi volt az első játékom, de arra pontosan emlékszem, hogy kb. 5 évesen a, az apukám ölébe játszottam a fake Nintendo-val. Azt viszont tudom, hogy a LOL volt az, amivel többet foglalkoztam. Ma már nagyon nagyobb szinten játszom, de ez régebben a szüleimnek nagyon nem tetszett természetesen ma is régen is, ma is és régen is jó, jókat játszottam barátaimmal, általánosban kockának is neveztek a lányok. hogy általánosban. Manapság a sport mellett a legjobb hobbi ma játszást, és, az, és amióta megvan az új gépem, több játékot is kipróbáltam. Nagyon sokra, nagyon sokran nem vittem, azon kívül, hogy jókat szórakoztam, de egyszer 2016-ban volt egy Csígo versenyem, de igaz, nem egy nagy rendezvény volt, de ott is jókat szórakoztam életemben. Az életemben abban segített, hogy nyugodtabb lettem és türelmesebb. Wow. Én nem tudom egyébként, hogy... Az helyzet, hogy nem tudom eldönteni, hogy, 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 hogy a nyugodtság és a türelmességem az, az, az a játékoknak köszönhető, vagy sem. A Covid-ról nem nagyon akarok beszélni, mert bennem is kárt okozott, de a járvány miatt is drágábbak lettek a videókártyák, amik nem tetszett, mert a bányászok is rásegítettek. Amikkel most játszom... Aha, aha. Nice, nice. Ú. Ahogy látom, Viktor főleg ilyen lövöldözős játékokkal szeret játszani. De durva a Viktortól is azt olvasni, hogy, hogy, hogy neki is segített úgymond a temperamentumán. Viszont ezért nem játszom, szinte csak offline story game-eket, Hát amúgy abszolút értető. Én nem tudom, én nem is tudnék ajánlani. Én nem is tudnék, tehát tényleg, én nem ajánlanék idegeskedő, nagyon rage embereknek shooter játékot, mert nekem az volt eddig a véleményem arról, hogy az csak még jobban felhúzza őket, de hát úgy néz ki, hogy vannak ilyen, van, aki olyan. Ezek szerint van, aki segít a szícs, kidegeskedi ki magát, és akkor egyébként máshol nem lesz ideges, vagy, vagy megtanulja, hogy ne idegeskedjen annyit, ez, ez durva olvasni. Szia, sensei. Nálam csak a FIFA tud kiváltani a falhoz, és... Azért nem jó a törés zúzás, mert nem takarítani kell. Én full toxik vagyok, és nem ideges múltival. Hát komolyan veszed szél a karcoló, Te ilyen vagy. Nagyon komolyan veszed. Na nézzük azt, mit írt nekünk. Azt, olyan, olyan, sokat írt, ami egyébként nem gond, hogy még képet is mellékelt hozzá. Magic, Magical Mirror Mickey Mouse. Ó, hogy ezek is nintendo játékok. Star Wars Rogue, Rogue Leader, Rogue Squadron 2. Super Mario Sunshine. Wow, milyen játékok, basszus. Na, szóval azt tudom, hogy azt írja, hogy, hogy 5-6 éves voltam, mikor karácsonyra lett véve egy Nintendo Gamecube. Ezen, a, ezen az első játékon a Mickey Mouse Magic Mirror című játék volt. A vicces az egész, hogy nem én kértem, nem is tudtam, hogy létezik ilyen, hanem nevelő apukám érdeklődött iránta, így ő vont be engem a játékokba kicsiként egész nagy kihívást jelentettek, például a Super Mario Sunshine, vagy a Star Wars Rogue Leader, de megszerettem őket. Volt olyan, hogy nevelő apám közölte velem, hogy na akkor most leülünk, és megcsináljuk a Death Star 2-es küldit, amíg nem sikerült. Így csöppentem vele a Star Wars világába is, amit azóta is imádok, hatalmas rajongó vagyok, úgyhogy nálam lehet jelentkezni, ha valaki beszélgetne ilyenekről. Nice! Sans, remélem halottad. A barátaim megszokták már, hogy kocka vagyok, a családot meg nem izgatja ez a téma, úgyhogy ez a része semleges, bár mondtam mellett találkozott D&D kampány miatt. A játékok mindig kellemes kikapcsolódást jelentettek számomra, sose húzom fel magam rajtuk. A szemorú kedves játékokban szeretek jó lenni, a Star Wars Battlefront 2-ben szerintem mindennél több órádban öltem, volt szó Aviddal arról, hogy milyen já lányként játszani. Nekem elég semleges nevem van. A legtöbb játékban így szerintem nem gondolják, hogy lány vagyok, de nem is szeretném, ha emiatt elnézőbek vagy, hasonló, vagy hasonló, ugyan, ugyanúgy vagy hasonló, ugyanúgy képes vagyok megfingatni mindenkit egy meccsbe. Hát igen, mert hogy tévesen, mint sok más esetben a, a, a gémereket szektának gondolják, a gamer csajukat meg legendának, hogy, hogy olyanok vannak, és amikor esetleg találkoznak egy szektás legendával, aki egy csaj, akkor... <tosz> szóval igen. Ez téves, mert mert igen, a lányok is ugyanúgy emberek, és ugyanúgy szeretnek játszani ugyanazokkal a dolgokkal, mint a fiúk. Igen. Ennek igazából nem kéne, hogy meglepő legyen. Csak azok, akik nem nagyon beszélgetnek a másik nemmel. Gondolom én. Már mint mindenki a másik nemmel legyen lány vagy fiú akkor alakulhat ki ilyen képzet a fejekben. A szakál teszi. <laughs> hát nem láttam még nem szakállas törpöt, tehát akkor nincsenek. Tehát akkor, tehát akkor, a törp nők azok a legendák az best. Jó, ja, a kamera pozíció? Köszönöm szépen, Örül, örülök, hogy tetszik. Ez a hosszú ideig ez az utolsó alkalom. Hogy ez a pozíció van, úgyhogy jól nézzétek meg. Szia, Vili! Még a női törpök is szakállasak a lór szerint. Én úgy megnéznék egy női törpet. De hát nem nagyon mutogattak. Élő női törpöt. Mukalácska megijesztett. Mindig pozitívan jön ki, Folytatom egyébként a a sztoriát. Mindig pozitívan jön ki, ha kiderül, hogy lány vagyok. Szerencsére piszkálást nem kaptam. Kedvenc játékaim még a Witcher 3, a Dead by Daylight és a Red Dead Redemption 2 a Darkest Dungeon-nál. Wow! Micsoda játékok! Micsoda játékok! Hmm. Wow! Darkest Dungeon. Nice! Az a helyzet, hogy ezek közül mindegyiket nagyon szeretem, még a Red Dead Redemption 2-t is, amiben ezek közül a legkevesebb órát raktam bele, de pú, egyszer kéne időt találni, hogy, hogy csapassam, mert brutálisan jó játék. A vírus helyzettel szerintem könnyen boldogultam, mert a játékok továbbra is ott voltak. Netflix online DND stb. Szóval még a társasági játék is jelen volt online. Itt végente lovagolni járok, és szabatéri révén nem, nem, zártak be, így azt tudtam folytani rendszeresen. Na, hát ez egy, ez egy pozitív dolog, hogy legalább erről a hobbiról nem kellett ideiglenesen lemondanod. Lehet, ha bezártak volna, akkor megkattanok. Amúgy is szeret, szeretünk párommal itthon lenni, mikor engedték a a gyülekezést, akkor áthívtuk a barátokat társasozni, szóval ha lehet ilyet mondani, én kifejezetten élveztem az itthonlétet, pedig szociálisnak vallom magam. De jó, én mindig irigykedem, irigykedek, hogyha olyat olvasok, hogy valaki szeret D&D-zni, mert az egy olyan világ, ami, amit lehet, hogy amúgy nagyon élveznék, de még sose csöppentem bele úgy igazán a, a DND számomra olyan, mint másoknak, akik kívülállóak, például a, a DND számomra olyan, mint a gamerkedés azoknak, akik kívülállók abban a világban. Szóval, hogy így wow. De nem elítélem őket, hanem csak így tök jó lehet a része lenni. Ezt, ezt is, ezt is tök jó volt olvasni. Na nézzük, Noxter mit ír nekünk. Egyébként nagyjából a felénél járunk itt a történeteknek, srácok. Úgyhogy lassan vége. Tervezek csinálni majd DND kampányt, szívesen átlak majd. Az a vicces, hogy, hogy így Adri az első, már DND-zett, szóval, hogy neki már van valami tapasztalata, de én még, so, én még sose, sose DND-ztem, és, és már hívtak egyébként, de féltem menni dm Na nézzük Noxter mit ír. Én olyan 5 éves korom környékén történetet, hogy egyedül játszottam már valamennyit PC-n, bizonyos okokból engem először a különböző versenyjátékok szipantottak be. Már nem is emlékszem, de volt egy nagyon király rally játék, ami szerintem az egyik legelső volt, amit próbáltam valaha. Alig emlékszem rá, utána jöttek olyan klasszikusok, mint a Grand Prix 3 és 4, vagy a Midtown Madness 1 és 2. Ti ismeritek ezeket a játékokat, srácok? Mert, mert nekem egyik sem, egyik sem rémlik. Valószínűleg azért, mert engem nem azok a játékok érdekeltek, amik Noxtert. Egy idő után előkerültek az, e az első lövöldözös multi játékok is, a Quake 3 Arena volt a legelső, amit utána a Code 1 és a kiegészítője a United Offensive követett. Ah, azt nagyon szerettem, a Kod 1-et a United Offensive-vel a kedvencem volt, az egyik kedvencem volt. Hát amúgy sok kedvencem volt kiskoromban, mert kevés játékkal játszottam, tehát hogy mindegyik a kedvencem volt. Ezek közé tartozott a Kod a United Offensive-vel együtt, igen. Én szégyenlős vagyok nagyon. <laughs> A Mita Madness nekem is az egyik legelső gémem volt. Na hát úgy érzem, hogy most már rá kell keresnem. Internet. A kopi. Nézzük. Oh. Wow. Hmm. Majd jött a C1 Ez mind általánosul első felébe inkább, ha jól emlékszem. Első három olyan FPS játékom volt ez, ami miatt megszerettem a multiplayer FPS műfajt. De leginkább a Quake 3 miatt, ha az nincs, ki tudja, mi lett volna. Wow, hát ezt nem is gondoltam, hogy Noxter például a shooterek a Quake három miatt jöttek be leginkább. Hm. Szóra. Csak meg tudom, hogy mennyire szeret a uh, Jazzni Noxter. Nem gondoltam volna, hogy mindez a Quake 3 tól indult, illetve a, a versenyautós uh, játékoktól. De egy, de gyerekként játszottam a sims is, és meg volt valamelyik rémen játék is a legelső között, amiben már 3D volt, 3 d be volt megcsinálva, de nem tudom, hogy a kettő volt az, vagy a három. Miben segítettek a játékok? Egyértelmű. Uh, angol nyelvtudás, főleg a szókincs. Rengeteg szakkifejezést ismerek a különböző játékoknak köszönhetően, amik nekem a gamer virág miatt alapkifejezés, de egyébként nem is annyira alapszak, mint gondolná az ember. Úgy gondolom, egyik legjobb hozadéka a játékoknak egyébként az, hogy úgy tanul meg az ember rengeteg szót, hogy csak szórakozik, és ennyi. Főleg, ha több témájú és stílusú játékra is szán időt az ember. Amúgy igen. Én is rengeteget tanultam meg úgy, hogy amúgy nem is akartam megtanulni, csak érdekelt, hogy mit írnak, és a, szórakozás, szó, a szórakozásom hozadéka, hogy bemászott, csúszott egy-két szó. Igen, igen. Ö, igen. Vagy a folyamatos rendes kommunikáció külföldi játékosokkal. Ha a játékok nyelvezete a szókincs, akkor a kommunikáció meg a hallás utáni szövegértés segíti elő a re rendkívüli módon. Ö, akcentus ide vagy oda, de nagyon jól meg tudok érteni embereket minden környezetbe, aminek szerintem köze van ahhoz is, hogy mennyi különböző származású és akcentusú emberrel találkoztam már és beszéltem is. Hát. Ö, én amikor elkezdtem kommunikálni streamben a, a random társakkal, legalábbis kommunikálást folytatni, akkor azt gondoltam, hogy majd akkor ez elősegíti azt, hogy egy kicsit jobban megtanulok angolul, meg talán egy kicsit érdekesebb is lesz a stream. Szerintem érdekesebb lett a stream, igaz, hogy már annyira nem akarok kommunikálni a randomokkal. De a, a motiváció megvolt, a motiváció abszolút megvolt. Nehezen érintett a koronavírus, és valóban a játékok voltak az egyik mencsvár. Viszont nekem összességében már sok, sok volt. Úgy érzem, eljutottam arra a pontra, amikor a már a játékból számomra elegendő jóval kevesebb mennyiség, mint régen. Viszont az cserébe legyen ténylegesen szórakoztató és kikapcsol, kikapcsolódtató. Utolsó nagy játszós időszakom volt szerintem a tavaly tavasz, amikor kiárási korlátozás volt, és lehet, már többet nem fogok soha annyit játszani, mint akkor vagy előtte tettem, de ez is az életrendje szerintem egy idő után, hogy az ember más dolgokra is egyre több időt szent. Így most nálam előtérbe kerültek a nem kompetitív játékok, amelyek vagy single példák, vagy olyan multik, ahol izzadás nélkül is lehet szórakozni. A, a, a végével abszolút-abszolút egyet abszolút, tudok egyébként érteni, hogy hogy mindenkinél változik nyilván az élet, és uh, nyilván van az a korszak, amikor tudod élvezni azt, hogy rengeteget tudsz játszani, és tudsz szígyezni, meg haladni, fejebb menni, meg ilyesmi, és, és amikor, amikor már ugyanúgy a, a gamer és a kikapcsolódás számodra, akkor vannak más játékok is, igen. Vannak más játékok is, igen, és uh, és minőségi, minőségi kikapcsolódást keresel, ami nem, hát, amit szerintem nem könnyű megtalálni. Nem tudom, hogy ez is szerintem egy érdekes téma lenne majd egyszer, hogy, hogy, hogy mennyire könnyű megtalálnotok a játékot, ami szórakoztat titeket, és minőségi, quality, és, és úgy érzitek, hogy amit költöttetek rá, áldoztatok rá, az, az megérte. Me tehát, hogy kifizettetek valamennyit a játékra, és és azt mondjátok, hogy megéri, és évekkel később is úgy gondoltok vissza rá, hogy emlékezetes az, amit a játék adott. Hogy, hogy emlékeket hagyjon bennetek a játék. Vagy szórakoztasson kinek mi, kinek mi kell egy játéktól. Lehet, hogy valakinek csak annyi kell, mint például valakinek egy Siege-től, hogy meg lett plat egy. Valakinek meg emlékek. Ki tudja? Ki tudja, hogy ki hogy ítéli meg egy, egy játékot? Hogy, hogy mi a fontos egy játéknál? Ez is egy, ez is egy, ez sem egy egyszerű téma. Szia, Sina és Jamina! Sziasztok, sziasztok! Úgyhogy Noxter, Noxter, meg azt természetesen Astronomisnak a hozzászólását is, is, jó volt olvasni. Jó, jó ezeket, ezeket így ö, olvasni, hogy kinél mi volt továbbra is. Na nézzük. Most jön Adria második, aki már határozottan a második felébe van a, a hozzászóló embereknek. Én kisgyerekkoromban is szerettem már játszani. Ilyen kis gyerekjátékokkal vagy starta játékok. <laughs> nice. Majd egyszer anyukám, apának adott karácsony egy robotos játékot a Robo Rumble, és csomószor néztem, hogy apa játszik vele. és sose kaptam olyan gépet vagy konzolt, amin az enyém lett volna, mert lány vagyok, és úgyis egy fellángolás és kinövöm. Majd középsuliba lett egy laptopom, kb. tízszer végigjátszottam apum játékát, aztán sok évig nem is foglalkoztattak a játékok, majd lett egy olyan barátom, aki nagyon szeretett játszani és szerette a viáros srácokat. Nála sokat játszottunk együtt, néztük a fiúkat, majd mikor rátaláltam a e-streamekre, na no, ott teljesen teljesen beszipantott ez a világ, és itt volt az a pont, hogy én is akarok játszani. Már itt 23 éves voltam, Eleinte csak Fortnite-oztam, még akkor is apukám gépén, mert egyetem után munkanélküliként még nem volt rá pénzem, viszont olyan szinten fünkővétett, hogy az valami hihetetlen. Miután elmentem dolgozni, a... az első két havi fizetésemből megvettem az első gépem. <gül> nice! Jaj! <laughs> Nice. Hát igen. Mert lány vagy. A gamer és ilyen fiúzs dolog. Hát igen. Valaki lehet, hogy így gondol hozzá, amíg nem ismer, nem ismer valamit. Ezt hallotta, ezt látta. Szóval igen, az első két havi fizetésemből megvettem az első gépen. Anyukámmal ebből elég sokszor konfliktus volt. Azzal jött, hogy ebbe menekülök bele, mellé, ha hallotta, hogy jól érzem magam, féltékeny volt, hogy bezeg olyanokkal, milyen jókat nevetek, akiket nem is ismerek. A gyerekkori barátaim egyáltalán nem, az, nem ez a világ, szerintem ez volt a másik oka, hogy nem alakult ez ki hamarabb. Később a játékoknak köszönhettem, hogy lett egy komoly kapcsolatom, lettek új barátaim, ismerőseim nekem rengeteg dologban segítettek a játékok, mivel nincs önbizalmam, nekem hatalmas feladat volt eleinte a játék is, nagyon izgultam mindig, pedig ez csak egy Fortnite. De adott egy önbizalmat, ha, hogy a siege -be is belemertem kezdeni, majd a beszédet is egyre jobban erősítette bennem a a pizza futát vagy a fogor most nem mertem felhívni, de már múltkor streamben játszottam és beszéltem azt hiszem ez egy hatalmas előrelépés számomra, és fokozatosan egyre jobban merek majd beszélni akár idegenekkel is játék közben. És egyébként bevállalni az angol melót, angolul beszélős melót. Úgyhogy ez egy hatalmas előrelépés, pláne hogy is költözött Angliába, Adria második, úgyhogy ez egy, ez egy durva jelenfejlődés. <laughs> Azért. Úgyhogy tök jó, hogy, hogy ilyen, ilyen ilyeneket is el tud érni. Tényleg az, hogy egy ilyen gamer kapcsolatba belecsöppsz, és megváltozik az életed. Az én kislányom most lesz 6 éves, mert csapatja a PSN, a Fall Guys, Mi embernek neveljük, és nem megyünk bele, hogy te lány vagy, vagy rózsaszín, stb. Hát, ekvilibrium helyes, úgy, úgy, úgy neveljétek, ahogy, ahogy helyesnek látjátok, és ahogy szerintetek a lehető legönállóbb és, és, és legérettebb felnőtt lesz. Nem tudok így érdemben ehhez a témához hozzászólni, mert számtalan szor szobba került ez a dolog, de mármint, hogy a, a gyereknevelés, és ö, szerintem aki már elgon ha már elgondolkodik azon, hogy hogyan nevelje a gyerekét, az már egyébként egy hatalmas, hatalmas rossz dolog. Mert szerintem sokan csak sodródnak. Nem tudom. Lehet, hogy ezt is rosszul látom. Ha. Hát igen, a Adris story egy kicsit megcsuklatta a hangom. Zoltán ezt azt írja, hogy amikor már tudtam magamról, voltak gépek. Az első, ami hozzám és az öcsémhez közel került, az egy Commodore 64 volt, már itt érdekelt az egész működése és a játék. Majd az első a 264, 364, később a Pentium, Celeron és az Intel, stb. A Wolffield, a Kastély, a Wolfenstein 3D, a Doom, a Quake 1 2, a Prince of Persia, az Age of Empires, a heroes -ok, a Diablo 1 2, Starcraft, ezeket mind játszottam, volt Wolf függőség is. Egy időben forgott a GameStar, a PC Guru és a Cheap magazin is. Ú, tényleg volt Cheap magazin, azt is nagyon szerettem. GameStar, PC World és Cheap. Ezek, sőt még volt egy komputer valami, az ilyen vékony volt. Valami kompjúter, valami. Ez, ez a három-négy újság járt hozzánk, azt hiszem havonta, de egy év alatt jó pár kiadás jött belőlük, úgyhogy igen, csippet is olvastam. Tényleg. Miért a streamelek? Két hét múlva lesz, két hét múlva lesz hat éve. Computer World? Nem tudom, valami... Nem tudom, csap-csap. Computer World? Volt olyan, hogy Computer World? Szerintem Computer World volt a neve. Azt awesome. hiszem. Fehér volt, és ilyen... És ilyen... Uh, Földgöm volt a logója, valami földgömszerű. Computer World? Vili, mondod? Aha, aha. Akkor, ja, az az volt még. Szóval igen, GameStar... Uh, uh, PC World, Computer World, meg a chip. Igen, igen. <gül> azok, azok. PC <laughs> World és Computer Ja, ja, ja. Jó egy gamestar chipes CD-s játékok. Ja, ja. Meg jó kis programok. <laughs> Nem lehetünk barátok, mert én PC gurus voltam. Én azért, azért voltam gamestar mert mi azt kaptuk ingyen. alig várom, hogy két hónapos kislányom legyen, és együtt nyomjuk a gémeket. Én alig várom, hogy legyen gyerekem, és akkor tudunk majd együtt nézni animéket. Mármint nem, mint hogyha Adrival nem tudnék, de addig úgy érzem, hogy teljesen, teljesen durva időpazarlás lenne, hogyha belekezdenék az anima nézésbe, mert annyi anima van a világon, hogy csak na, és, és rengeteg, rengeteg elképesztően hosszúak az még tudom, hogy a sorozatok filmek is hosszúak, de az egy nagyon hosszú projekt, például, hogyha azt akarom mondani, hogy újra nézem a Dragon ball vagy hogyha azt akarom mondani, hogy megnézem a naruto -t. Szóval, hogy majd ezt gyerkőccel. Úgyhogy addig ez a projekt így pihentetve van. Tehát, hogy így végtelen időt, majd inkább, majd inkább akkor a gyerekekkel. A Jézuska Switch-et hoz, Dance-el, majd csapatjuk vele a Kakaron. A, amúgy a Switch nagyon jó abból a szempontból, hogy van hozzá az a kis fit cucc, tehát hogy még uh, így, úgymond, edzen is lehet vele. A nagy része nem is gyerekeknek való. Persze, az, ami még nagy része, eléggé deep, dolgot, dolgos, deep dolgokat hoz fel, de mondjuk azért egy gyerekekkel meg lehet nézni a naruto meg a, meg a, a Dragon t Természetesen mindegyik anime más és más jelent, attól függ, hogy mikor nézed. Megnézel egy Dragon Bolt 12 évesen, megnézed 18 évesen, megnézed 30 évesen, mást jelent neked. A Ring Fitre gondoltam, igen, Szférakarcolom. Karcoló. <laughs> Hogy, micsoda? <laughs> Csipesz Vitality Sensor. Mi vin sokat nyomtuk ezeket a sportos játékokat, konkrétan edzés programunk volt, remélte a súlyunkat, stb. De jó, én azt a, azért, azt a ringfitet azt úgy kipróbálnám. naruto utóban vannak ilyen részek, amik nem valók gyerekeknek. Lehet, hogy vannak. Nem tudom. De amúgy nem, nem tartom ilyen. Tehát, hogy alapvetően nem gondolnám, nem gondolnám, hogy a Naruto az ilyen uh, felnőtteknek vagy, vagy, vagy uh, már éppen, hogy nem tidiknek szóló. Felnőttednek szóló anime lenne, szerintem. nyugodtan küldhetsz a linket, azt félrekarcolom. Szóval jaj, ott tartottunk Zoltán ezt hozzászólásánál, hogy, hogy, hogy milyen, milyen, milyen hogy mit olvasott a Game a PC gurut meg a chipet, Amúgy én még táv, távközlési technikumban tanultam, ott, szere, ott, ott, ismertem meg milyen a működést. Z80 proci programozás, forrasztás, logikai kapuk modellezését is tanultam. Sőt, saját Knight Rider fény és hétszegmenses kijelzőt is csináltam. Egyetlen humán szakit kicsit kopott a game, bár jó régi a PC-m, azért még elindul rajta sok dolog. Amúgy kevés időm van játszani, mert a gép, mert a gép nekem munkaeszköz, előbb tanulók, dolgozok programozok írok, viszont a játék sok dolgot tanított. A gamifikáció egyik kedvenc témám, sokat foglalkozok vele, sőt a Mester Diplomát Virtuális Közösségek témába írtam. Hát innen a játék szeretet, s, ha nincs mindig időm, inkább nézem, hallgatom. Ó. Ó, most már leesett, hogy ki a Zoltán ez. Hát szemanzl. érte Aha, de durva. Én is nagyon várom, hogyha nagyobb lesz a gyerekem, a kedvenc filmjét újra megnézem vele, az őszín, őszinte első reakció, és látni, hogy először megéri a Harry Potter, Gyűrűkura, Star Wars, Marvel, Valeslatos világát, és őszinte első uh, reakciók és élmények megélése, főleg a saját gyerekeddel együtt megélni úgy, hogy őt akkor varázsolja el először, biztos hogy nagyon jó lesz majd. Ja, igen, igen, dévén. Én mondom, Uh, nagyon szívesen, nagyon szívesen megnéznék újra egy csomó mindent, de azt, azt úgy gondolnám, hogy az olyan idő, amit másra is fordíthatnék, az újra nézést uh, egyetlen, egyetlen jobb, ami miatt újra nézek dolgokat, az Adri, és majd, majd, majd a gyerkőc. Tehát, hogy uh, egyébként nem vagyok hajlandó újra nézni dolgokat, mert úgy érzem, hogy azok elpocsékolt percek az életemben. Hogyha, hogyha magamban nézek újra dolgokat. Én azt várom, hogy ha elég nagy lesz a gyerek, megnézem vele együtt a Star wars és lehetesem a reakciók. Igen, igen. Igen, igen, meleg hely. Hát abszolút meg tudom, érteni. A Tom és jerry azért elég sok olyan dolog volt annó, ami nem gyereketnek való, mégis néztük, mégis normális emberek lettünk. Igen. De, igen, persze. Az ingyenes epik játékokat is csak azért kezdtem szedni, és szedem most is, hogy a gyerkőznek legyen, miben válogatni. Nice! úgy így be kell spájzolni, tehát az helyes. Karács, te ide akarsz jönni? Nem tudom, de nagyon néz. Nagyon néz, Karácska. Na nézzük. Azt mondja Mr. Google, én biztos az egyik legidősebb néző vagyok itt a chatben. Még a 90-es évek elején kóstoltam bele a gamingbe, akkoriban még Commodore, Commodore plusz, 4, négyen, majd Amigán. Ú, igen, na az arra az vagy A vagy a betűsre gondoltam, amit még így a, a beszélgetés elején mondtam, hogy a Commodore-nál még volt valami ilyen A betűs, vagy A betűs is, és az, az Amigára gondoltam. Mindenféle játékkal játszottam, minden kategóriából. Ezután jött egy hosszabb szakadás, legközelebb a 2000-es évek elején játszottam, a Age of Empires 1-2-vel, de semmi mással. Utána jött a leghosszabb szünet, gyakorlatilag csak az elmúlt két évben játszottam, de nagyon kevés játékkal. Főleg nézem a tartalmakat, ez kapcsol ki a nap végén. Ami fura lehet nektek, hogy elkezdtem játékokat venni, nem, nem is keveset, már van vagy 70-80 darab. A most menő játékok közül is többet megvettem, viszont nehezen tudok időt szakítani arra, hogy játszak is velük. Nehezen boldogulok a kontrollerre is, így még az élmény sem az igazi. De gyakorolni kellene. Ha valakinek van tanács a kontrollerrel való játék gyorsabb elsajátítására, a szívesen fogadnám, fogad, nem? Az orály nem biztos, hogy a megfelelő játék. Hát az az biztos nem. Az, az biztos nem. Ö, 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 nem. Tényleg az, az orrái az nem. Nem egy barátságos játék. Viszont nem tudom, hogy van -e esetleg. Hát mondjuk nem. nem az a ezt nem tudom. Nem tudom. Jelenleg még semmi ötletem nincs azzal kapcsolatban, miszergúg, ez, hogy mit ajánljak, hogyha a kontrollerrel való ö, a kontroller használatát hogyan tudnád jobban elsajátítani. Ö, nincs ötletem. De hogyha nektek van srácok, nyugodtan írjátok le, hát ha, hát ha ezzel segítetek neki. Az aimlab az egy olyan dolog, mintha azt mondanád, hogy Hát... Na, szóval, szóval, igen, az én támogatja a kontrollert, ez igaz, viszont nem biztos, hogyha valaki szeretné megtanulni azt, hogy hogyan kell a kontrollert használni, vagy jól használni helyzetekben, akkor, akkor azt ajánlom neki. De amúgy nem vágom, hogy az én mit, 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 mit ha hasz, tehát, hogy milyen, milyen uh, feladatokat állít elénk. Durva. Durva. Amúgy Mr. Google amit ért már mert mint azzal kapcsolatban, hogy, hogy milyen régi dolgokat is kipróbáltál el a gamingban, ez, ez irigy lélesre mértó, legalábbis az én szememben. többet kell játszani kappa. <laughs> nem tudom egyébként. Ezt egyébként nehéz megmondani, nehéz megmondani, főleg azért, mert írtad, hogy a, a, az Age of Empires 1 2 tetszett, és a kontrollert írtad, hogy nehezen boldogulsz fel. Szóval nem tudom, hogy például egérbillentyűzettel szeretsz -e játszani, vagy van-e PC-d, amit játszanál uh, játékokat. Úgyhogy nehéz megmondani, hogy mi az, ami, ami, így, ami így tetszene neked, mert lehet, hogy jönnek ki új játékok, amikre azt mondják a streamerek, meg azt mondom én is, hogy uh, Best EU? Aztán úgy neked meg nem. De például számomra egy, egy nagyon jó kikapcsolódást uh, adott a, a, így a, az utóbbi időkben, ha már kontroller, a Marvel Guardians of the Galaxy játék. Amiben persze vannak bugok, viszont viszont uh, élményben az élmény, amit átad, az szerintem minőségi. Főleg, hogyha nem a, hogyha a rendes zenéket is hallgatod, nem csak streaming módban. De nem biztos, hogy egyébként a Guardians of the Galaxy-t hogy gyakorolja a kontrollerrel. Viszont az élmény, amit ad, az, az szerintem minőségi. Mármint, hogy így a szórakozást illetően. Páromnak nagyon nem ment a kontroll elkezelés, először a 2D-s platformerekkel kezdte a Rémen, majd például jött a Little Big Planet és a Recit. Az analóg használatára azok jól megtanítanak. Aha, aha. Szia, Lord Féri. Uh, hát igen, lassan vége, lassan vége. Uh, már, uh, már, egyébként lassan bedrock jön itt a, a pénteki dobálda a szobával való felolvasás. Uh, illetően átbeszélést illetően, de váó, wow, úgy, Lord férjén, elképesztő, elképesztő, hogy uh, mik voltak nálad is. És, és uh, amit, amit nálad külön kiemeltem, hogy irigylésre méltó, hogy uh, a kapcsolati köreid, barátok, család, kollégák, azok uh, milyen pozitívan, vagy hogy, hogy is mondjam, milyen közel állnak a, a gaminghez, például, hogy a főnököddel együtt váltad a forzát, ez, 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 nagyon jó. Ez nagyon jó. A GTA 5 is jó kontroll erre, mire végig játszod, már a közepesen a kezedben lesz. Persze. Persze. Nem, de most így hirtelen nem akarok hülyeséget mondani, tényleg, mert nekem egy óránál, tehát húzamosabb ideig, egy óránál tovább a kezemben kontroller akkor volt, amikor meglett a PS4-em, és tudjátok, hogy mi érdekelt akkor a legjobban? Az, hogy meglett a PS4-em, egyrészt tudok destiny kipróbáltam, és negyed óra, negyed óra után azt mondtam, hogy köszönöm szépen, én ebből az, ebből az élményből nem kérek, mert hogy célozni kell kontrollál, és és nagyon rossz voltam, borzalmas voltam, mint aki először fog kontrollert a kezébe, ami gyakorlatilag úgy is volt, ha azt nem nézzük, hogy az iskolába a osztálytársak bevitték az Xboxot, de hogy én akkor fogtam először kontrollert a kezembe, és az izsákba beleraktam 300 órát, persze nem egy nap, nem is két nap, hanem húzamosabb idő alatt, és egyre jobban kondicionáltam magam arra, hogy kontrollerrel játszak, mert megvan a maga kényelme a kontrollernek, hogy így hátra tudsz ülni, le tudsz ülni a kanapébe, csak egy kontrollert fogsz a kezedbe, nem kell oda készítened se hátra leülsz hátra, leülsz, hátradőlsz, és kikapcsolsz, játszol, kényelembe vagy. Egy gamer szék is kényelmes, persze, szó se róla, ez is, ez is nagyon jó. De a feeling, amit a kontroller és a konzolos uh, gaming ad, szerintem mérföldekkel magasabban van, mint amit egy PC ad. Oké, okay, a PC látványosabb lehet bizonyos helyzetekben. Uh, de, de a, 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 az igazi gaming, gaming gaming élmény, az az, amit szerintem a, amit a konzolos gaming ad. Jó, most ezt ugye nagyon magyarázhatnám azoknak, akik uh, imádnak RTS játékokkal játszani, és um, izé, mikromanagement, vagy hogy is hívják azokat, amikor így küldözgetik a karaktereket jóra-balra uh, Starcraft-ba, Age of fogba de alapvetően, alapvetően, szerintem a legtöbb embernek a, 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 gémelés az a konzolos gémelés, meg a, ké, a kényelem, amit ad, az, az, nagyon jó. És amúgy ezt még a PC játékosoknak is javaslom, hogy, hogy kontrollerrel játszanak, mert, mert nagyon kényelmes. Elképesztően kényelmes. Szóval nekem az izsák az, ami, ami így megtanította a kontrollerre. De nem tudok játékot javasolni, amivel jobban menne. Köszi szépen amúgy, Júzi a, a támogatás már 5. hónapja, itt újra itt köztünk. Már én is, tervezem már én is egy PS5 beszerzését, kontrollér ide vagy oda. <laughs> Mondjuk, kodozni tudsz egérbillentyűzettel PS5-ön, szóval, ha esetleg nem válik be a kontroller, akkor legalább kodozni tudsz majd. Meg biztos vannak játékok, amik még támogatják. Na nézzük, Bedrock. Bedrock azt írta, hogy én amikor elkezdtem játszani, kettő vagy három éves voltam, apu minden délután leült a tévé elé, és elkezdett a PS1-en Forma 1-ezni, Forma 1 97-ezni, vagy Vérali 2-vel játszani 2002 vagy 2003 ban Aztán egyszer csak kezembe nyomta a kontrollát, hogy fiam, te vezetsz. persze megmutatta a dolgokat, hogy mit, mivel. Ekkor indult a szerelem a játék iránt, leginkább az autós és sportjátékok iránt. Ez, ezek után 5-6 évesen már számítógépen jött a kod és a GTA függőség. Minden szilveszter este, amikor nem voltak nálunk vendégek, apával elkezdtünk ebéd után a Forma 1 el split screen -vel, euh, játszani, és évfélre befejeztük, és mindig vezet, vezettük egy füzetkébe. Most jelenleg már 21 éves fejjel egyetem munka és sport mellett is, amikor tel, teltem játszom, vagy live-okat nézek. Mostánban R6, LOL, Forma 1 2021 és a GTA pörög. A játékok megtanítottak a figyelemre, a koncentrációra, az intolataim kezelésére, és hogy egyre egyszerre több dologra is tu tudjak figyelni. Egy kis érdekesség az első saját gépemet, 14 évesen az első nyári fizumból vettem használt a 40 ezer forintért, és soha nem volt még 40 ezer forintért, és soha nem volt még sajnos teljesen új gépem. Wow, bedrock! Wow! Wow! Szia Mókás! Szerintem szerintem Mókás a, a legtöbb játék kontrollerrel az igazi. A legtöbb. Tehát itt most nyilván nem a stratégiai játékokra gondolok, de a legtöbb játék kontrollerrel az igazi. Ezt egyébként úgy mondom, hogy világéletemben egérbilentyűvel játszottam a játékokat, és a Siege-ben, a shooter játékokban nem tudnék átszokni a kontrollerrel nem is fogok, de ha lehet, én mindent először kontrollerrel akarok játszani, mert annyira quality. Ja, ja, azt, azt olvastam, Lord Féri. Én egyelőre azért nem vennék Xboxot, nem Lord Fairy vagyok természetesen, én azért nem vennék Xboxot, mert a legtöbb Xboxos játékot tudom játszani a Game Pass-on keresztül, PC-n a kontrolleremmel, úgyhogy én azért például nem vennék Xboxot, de például, hogyha lenne egy nagy tévém, egy nagyon nagy tévém, és viszonylag sokat, vagy, vagy legalábbis játszogatnék, úgymond streamen kívül, tehát hogy tudnám magamra, hogy streamen kívül is játszok, úgy értem, hogy akkor munkán kívül is játszok, akkor elgondolkodnék egy Xboxon, hogyha tényleg lenne hozzá egy jó tévém. De így, hogy így, hogy nincsen nagy tévém, illetve nem is nagyon játszok streamen, kívül így, így én például nem vennék XBOX-ot, hogyha esetleg ez segít. Érdekes, nekem minden haverom, aki játszik, billentyűzet hívő. Nincs ez a gond. Viszont, viszont lehet, hogy ez azért van, mert... Nem tudom. Tényleg a kontroller a kényelem. És. Egy gamer legyen kényelembe. Fontos a kényelem. Még arra a pár órára is. Hát ez a probléma, mióta nagy tévé van, azóta megy, megy a dilemma. Ja, hát akkor egyértelmű. A nagy TV van, szoktál játszani, tetszenek az Xboxos címek, amik így a Game pass vannak, akkor egyértelmű. Akkor, akkor neked kell egy, neked kell egy Xbox amúgy nem próbálták a kontrollert, vagy, vagy nem olyan játéknál próbálták a kontrollert. Hogyha ö, tehát, ö, én is, amikor amikor még sose volvoztam, akkor azt mondtam, hogy az, az, az a játék a burzsúoknak való, meg az életteleneknek. Én, én, én ilyen hozzáállással rendelkeztem még annó. És a kontrollert se tudtam elképzelni a kezembe. Ö, nem is javasoltam volna senkinek. Aztán, ahogy kezembe kaptam a kontrollert, megváltozott a véleményem. Szóval, valószínűleg azok ítélnek el dolgokat, amiknek nincs is közzük az egészhez. gyerek alács. Úgyhogy... Hát nem. <há> Egyébként, ha már így Vedrok mondta, hogy az apujával, az édesapjával játszottak együtt, szilveszterek, szilveszterkor, meg, meg ö, egyéb alkalmakkor ö, nekem hatalmas, hatalmas, érdem volt, amikor elértem azt, hogy a szüleimmel, szüleimmel játszhattam, szüleimmel age of szüleim ellen, vagy a szüleimmel. Úgyhogy igen. Az, az, azok hatalmas eredmények voltak a részemről. Szia, Kali! Igen, itt van Kalácska. Na nézzük Party Partipi is írt egy keveset. <laughs> Na nézzük. Első ilyen emlékeim olyan 5 éves kor korból valóak, akkor még TV játéknak hívtam, mert hát a tévén volt látható a játék. Ez egy atari 2, ó, tényleg, hát akkor nem csak Atari volt, hanem az a másik, az Amiga. Amiga Atari. Jézusom, na, szóval ezek azok, amiket szeretnék egyszer kipróbálni az életemben, talán ezt mondják az emberek bakancslistás dolgoknak. Szóval, uh, igen, a Biodéni játékaival játszottam, mivel nem is tudtam, hogy lehet külön játékokat venni hozzájuk. Azokról a játékokról vannak minimális emlékeim, viszont már itt sem lehet lehetett húzásba vinni a dolgot, mert a katócsúcscsúvás tévék nagyon nem szerették, hogy állandóan egy képet sugároznak, így simán belégett a kép. Nekem erről a, a képcsőről, meg ezekről az jutott eszembe, hogy én hajlamos voltam úgy jönni a gép előtt, hogy nem pislogtam. És a szüleimnek folyamatosan figyelni kellett engem, mert annyira bámultam a képernyőt, hogy nem pislogtam, és vörösek voltak a szemeim egy idő után. De természetesen ezek még a CRT monitornál voltak. Hát igen, oda, oda kellett rám figyelni, mert, mert annyira képes voltam belemerülni a játékba, hogy egyszerűen nem pislogtam. Nem tudom, hogy veletek volt-e ilyen szegény videóton TV nek mit ki nem kellett állnia. Itt már belépett egy limitáció a dologba, erről a később éve is szó lesz. Aztán elsős vagy másodikos lehettem, mikor karácsonyra megkaptuk az első IBM 486-os személyi számítógépet, így beköszöntött a PC korszak. Ezekre a játékokra jobban emlékszem. Terminator 2, Lotus, Summer Winter Games, Vecchi Tank Wars, GTA 1 demo, 360 másodperc volt, ami visszaszámolt. Golden Axe, Blackthorn, Doom, Aladdin, Lion King. Tényleg valami Lion King játékkal én is játszottam. Prehistoric 1-2, Prince of Persia 1-2. Főleg egy osztálytársamtól kapott Flopin, a Flopin kapta a játékokat, mert nekik is volt számítógépük. No meg egy bátya, aki idősebb volt és be tudta szerezni. Aztán mikor megjelentek az új operációs rendszerek, a gép is fejlődött. DOS, Windows 3.11, Windows 98, új, újabb és újabb játékok kerültek elő, mert uh, hát a CD olvasó is került a vasba, Full trot, uh, Rebel Assault, X-Wing, várjál, várjál csak a Rebel assault mint mintha írta volna Astronomist is. Nem. Rogue Leader-t írta Astronomist, akkor ez, ez nem az. Azt hittem, hogy, azt hittem, hogy ez, de nem az. X-Wing Alliance, na no, meg csomó gamer újsághoz adott CD-n levő demók, azok, azok, nálam is. Aztán az első játék, ami hivatalosan boltba vettem, a Hegemónia. Majd napi megvan a kis fizetével. Mindig is kikapcsoltak a játékok, nagyon el tudtam veszni bennük. Én a Hegemóniát uh, sose próbáltam, és uh, egészen szerintem a streamenkor, amíg uh, nem, 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 nem is hallottam róla. Te is megetted szemmel a monitort, Szen. <laughs> a prehistorik, azt, azt nem vágom, srácok. Amit itt írtok most a csatlan. Na. Jó volt egy másik világ részévé válni, megismerni egy olyan világok, világot, amiről nem is gondoltam, hogy világokat, amikről nem is gondoltam, hogy egyáltalán ki lehet találni, főleg, hogy VHS-en a Star Wars eredeti trilógiáját. Onnantól kezdve még jobban bevonzott, hogy mire képes a technika. Ahogy telt az idő egyre, többféle fajta játék volt, amit ki tudtam próbálni. Tényleg egy olyan szórakoztató hobbivá vált, amiben igen jól éreztem magam. Az internet megjelenésével szembe találtam magam az első MMO-val, a Lineage 2-vel. Lineage, Lineage 2-vel. Kész csoda, hogy le tudtam érettségízni mellette. A társammal a suliba megbeszéltük, hogy hova megyünk farmolni, és mit aztán nem volt megállás. Ami működött a magyar szerverem, azt mind ki akartuk próbálni. Volt egy masszívabb korszak MMO-ba, ez pedig a DC Universe online volt, ha már hobbi. Nem csak ez az egyetlen volt nekem, viszont nagyon közel áll a szívemhez. Írtam a limitációról, Nos, ez a számítógépezés, ez maga az ördögtől való dolog volt a szüleim szemébe, mert csak egy helyben ült a gyerek, a monitort bámulta, verte a billentyűzetet és hidegbe tengítette. Mindig ez volt az ütőkártya, hogy idegbeteggé tesz. Szóval így időkeret volt mindig a számítógépezése. Emlékszem egyszer szilveszter alkalmával kaptunk plusz egy órai időt névéremmel, mindig engedélyt kellett kérni a számítógépezni akartam, aztán így mindig gyomorgöccser indult a dolog. Otthon ez volt a helyzet. A baráti körben egy-két ember volt összesen, aki úgy oda volt a gémerkedésért, csak hát őket meg a többiek bégezték meg csodabogának, kockának, de főleg a gyökérszót szót használták <laughs> Szóval nem akartam én is ebbe a csoportba tartozni, akkor milyen hallgatni kellett bizonyos közösségekben róla, hogy kedvelem ezeket a dolgokat, aztán, hogy ne csak a no negatív, aztán, hogy ne csak negatív volt mondjak. Váó! Wow. Váó! Wow. Amúgy nem is gondoltam, basszus, hogy tényleg én ilyen szerencsés helyzetben voltam, hogy sose ítéltek el amiatt, hogy, hogy gamer vagyok és kocka. Mondjuk lehet azért, mert nagy évvel kerültem, vagy leszartam azokat, akik, akik így gondolkodtak rólam, szóval nem, nem vettem fel ezt a fajta lenézést, elítélést. Csak hogy mondjak hasonlót, partipi és srácok. Nálunk volt egy időszak, amikor uh, uh, anyumé és apum elvált, és apumnál maradtam még lent falun. Aztán persze fölköltöztünk apummal uh, a Moszkva térre, mert mintha hogy nem a térre, hanem ott lett uh, a Akkor eljött az a korszak, hogy um, csak úgy játszhattam, mert más csinálattam, hogyha esetleg tanulni akartam ilyen Linuxos, meg programozós, meg ilyen egyéb dolgokat, amilyen fejlesztő dolgok, és nem játék, azt bármikor, bármilyen mennyiségbe csinálattam, viszont játszani csak úgy játszhattam a gépen, hogyha gitároztam. Ha gitároztam fél órát, akkor játszhattam egy fél órát. És a gitározásnál az idő annyira nem volt mérve, viszont a játéknál igen. Szóval apum így szabta meg a határokat. Hogy valamit valamiért. Úgyhogy ez az időkorlát, ez, ez nálam, is, nálam is jelen volt. Egy időben. Egy időben. Párom, páromról. Is, aztán hogy csak ne csak negatív oldalt mondjak, páromról is. Szeret, párom is szeret videójátékokkal játszani, ami sokat segített abban, hogy nyugodtan hobbinak hívhassam azt, hogy videójátékkal játszok. Sőt, meg is vettük első közös konzolunkat, egy PS4-et, amin csomó kopjátékkal szoktunk szórakozni, Overcooked 1, 2, 1 plusz DLC, Sword of Ditto, Rayman Legends, Little Big Planet. Viszont bizonyos veidegződések még a mai napig megmaradtak, hogy megkérdőjelezzem magam, hogy biztos be akarom kapcsolni a számítógépet. Azért se akartam informatikát tanulni, aztán 7 éve IT szakmában vagyok. Na, no, persze a családi rendszer gazda. <laughs> hát igen, úgy néz ki, hogy a gamerek a családi rendszer gazdák, most már így ezt olvasva. Klasszikus gitárod, klasszikus gitár ö, ö, on gyakoroltam egyébként, nagyon más gitár nem is volt a kezemben, még mindig megvan amúgy az a gitár, amit ö, hát 15 éve kaptam, Először egy kis gitárt kaptam, kis klasszikus gitárt kaptam, az már nincs meg, de nagyjából 15 éve megkaptam a, a nagy klasszikus gitáromat. Viszont itt is az volt a gond, hogy vissza, uta, visszatérjek a, a, a nem tanultam meg tanulni dologhoz, hogy tudtam tengetni a gitárt, és el tudtam játszani kottából a zenét, de nem tudtam kottát olvasni. Na most képzeljétek el, hogy, hogy apum nem igazán akarta megérteni, vagy, vagy nem is foglalkozott annyira, hogy elmondtam, elmondtam neki, hogy, hogy, izé, hogy amúgy érdekel a gitározás, tehát hogy én nekem nem volt fel azzal gondom, hogy úristen, már megint gitároznom kell, hogy játszok, mert szerettem gitározni. És, és már az ötödik kottánál jártunk, amikor apa, abba befejeződött ez a gitározós dolog, mert nem is tudom, elköltöztünk, felköltöztünk Pestre, és akkor először nem tudtuk magunkkal hozni a gitározást, aztán már, már el is felejtődött ez az egész, hála Istennek, hogy, hogy kötelezővé tette, hogy a, csak akkor gépezhetek, hogyha gitározok, hogy ezt nagyon jó, hogy elfelejtette. Viszont amikor kötelező volt, és mondta, hogy haladjunk a, a számokkal, a, a, a a könyv, könyvekből. Ilyen Szendrei, Karper, vagy valami ilyesmi volt egyébként, aki nem tudom, mennyire vagytok benne ebbe a gitározós, klasszikus gitáros dolgokba, de hogy valami. Ilyen, a, az ők ottájukat. az, ő, az ők ott a gitároztam. 4-öt füzetet vagy könyv, vagy, vagy hívják ezeket. A negyedik vagy ötödik résznél hagytam abba. És nem tudtam kottát olvasni, a mai napig nem tudok kottát olvasni, de hallás után, úgyhogy apu eljátszott egy számot, hallás után el tudtam utána ismételni. Úgy, hogy láttam, hogy melyik uh, hangnak hogyan kell szólnia, de magamtól sosem tudtam volna egy számot eljátszani úgy, hogy arról tudom, hogy az a helyes. Szóval én úgy játszottam el a, azokat a számokat, amik benne voltak a, a, a kotta füzetbe, hogy hallás alapján, mert nem, tud, nem tudtam, nem tanított meg senki, ö, nem kaptam meg a, a tanítást, hogy hogyan kéne megtanulnom a kotta olvasást. Úgyhogy én meg gyerekként magam hogyan tanuljak meg olvasni, mert nem tanultam. Szóval ez egy komplex dolog. Zavart, és hát szerencsére apum elfelejtette, hogy, hogy a költözéssel, hogy ennek kötelező dolognak kéne lenni, úgyhogy szerencsére így ez a gitározás úgymond ki is ment az életemből. Szeretek gitározni, viszont így, hogy nem tudok kottát olvasni, kín és szenvedés. Nincs ezzel semmi gond, sokan hallás után tudnak játszani. Amúgy nagyon szépen gitároztam, mármint, hogy sokan azt mondták, hogy szépen gitározok. Ó, uh, a Szendre és könyv nekem is megvolt, ilyen, ilyen vörös volt, vagy narancssárga, narancssárga kó, 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 kóta fizet volt, vagy hogy hívják ezeket. Én jártam a uliba, tudtam is kótát olvasni, de már elfelejtettem. Szóval ja, a gitár az, az, a mai napig megvan. A gitáros stream. Gitáros stream, egy, egy gitáros stream. Mert majd egy gitáros stream. Egyszer. Én Szendrei Karper, a nevet legalább jól tudtam. Ez, ez ilyen vörös, vörös színű volt, de volt, volt fekete, sárga színű ilyen füzetünk is. De az, de az már régebbi verzió volt. Én az énekéssel vagyok így, pedig tanultam ez. Szegény Karácska nem tudja, hogy hogy üljön ide, vagy azt mondja, hogy te figyelj már, ember, adják kaját, túl sokat beszélsz, adjál kaját, amúgy is péntek van fél, ha négy ilyenkor már nem szoktál, nem szoktál itt ülni. Na, Karácska, ne szenvedj már. Jó, hát akkor inkább menj le olyan is volt, hogy Szorfi elkezdett zongorázni a tanár két holomba, és azt kellett halás után legfogtázni. Wow! Az amúgy jó dolog, mert az nehéz, főleg ha nincs semmilyen előképzése, nem gondolkodtál mostában a folytatásában? Nem. Most így alig van időm bármire is, Dunyuska szóval, hogy gitározást folytassam. Ha már, ha már valamit szeretnék folytatni, akkor az az olvasás lenne. ez az olvasás lenne. Na nézzük. Na, Party P nél tartottunk azt mondja, hogy ezért is inkább single solo player vagyok sok játékban, mert ott max a saját élményem tudom elrontani a bénasságommal. Ó, oh, pedig hát... Na, Hála, hogy elindultak a streaming platformok, ahol a gameplayeket is lehet nézni, mert ha én is játszom az adott játékot, de egy általam kedvet streamer, vinkvink bemutatja, azt akkor is bele tudok merülni a világába. Főleg így sikerült túlélni a bezártságot. Pont a nagy drágulás előtt ruháztam be egy új PC-re, amivel közepes grafikai beállításokkal, újabb címekkel is tudok játszani. Így, hogy finoman megkértek minket, hogy vonuljunk home nekem könnyen ment az átállás, mert kis teamben dolgozok így mikor üres járat van, munkába félszemmel lehet streameket nézni, amit irodából nem lehet. nem egy ideális állapot ez a hirtelen változás, de elfogadható szintre sikerült adaptálódnom. Na, ezt, ezt amúgy nagyon jó volt olvasni, mármint a uh, partipinek az írását, jó, jó volt olvasni, függetlenül attól, hogy a többiekét is, mert ez is egyfajta, ez is egyfajta, hát, hogy is mondjam, hozzáállás ez az egész dologhoz, ha, ami tök érdekes, ez is, ez, is, ez is egy tök érdekes, és itt is voltak ismerős motivumok, például az időkorlát. Ja. Durva, durva. Úgyhogy köszi szépen eddig, a, a, ami ilyen kis sztorikat megosztattatok. Jön a Pocónak az utolsó... Pocó az utolsó, aki ebbe a témába hozzászólt, ami egyébként nem is baj, mert ha ennél többet írtok, akkor hát szerintem uh, holnapig se végeznénk, de egyébként jó, hogy írtatok, és legközelebb nyugodtan írjatok többen. Inkább én szenvedjek azzal, hogy hogyan osszam be ezt a mai streamet, mint hogy ti nem merjetek írni, úgyhogy egyébként nagyon örülök, hogy ennyien megosztottátok a véleményeteket és tapasztalataitokat, illetve hozzáállásaitokat a témához. De nem ennyire, ne, ne haladjunk ennyire előre, jöjjön, jöjjön pocó. Talán 5-6 éves lehettem, amikor kaptam keresztüleimtől egy talán Sega sárga kazetás TV játékot. Keresztapám nagy gamer volt annak idején, ha ő nincs, akkor lehet, hogy még most se lenne számítógépen, mert a szüleim teljesen informatikai analfabéták voltak akkor, és kb. most se sokat változott. Igazából tőle örököltem, meg a cuccot, vagy 50 sárga kazettával, amiknek a három nyilván ugyanazok a játékok voltak. Super Mario, Battle City, Tetris, Duck Hunt, volt hozzá puskám is, meg még sok más. Hirtelen ezek jutottak eszembe, a többnek a nevét se tudtam már. Számítógépet is nála láttam először, kisgyerekként, mikor nálunk, náluk voltunk, mindig az ő irodájába ültem, és néztem, hogy mit csinál, többnyire játszott. Ezután valahogy a, szüleimet is megfogta a dolog, és vettek végül egy gépet, amit mivel máshol nem volt hely, a szobámba tették. Akkor 7-8 éves voltam, itt aztán nem volt megállás. Az első években az ADSL internettel, a miniklip, meg a free online games végtelen flash játék kínálatával tökéletesen el voltam. Illetve szintén örököltem néhány tucat PC guru CD-t, végtelen mennyiségű demo játékokkal, még jó pár lemezre kírt játékkal. Az első játék, amit végigjátszottam, a Max Payne, 8 évesként, de megvolt a Spider-Man 2000-es kiadást, illetve a Drakán a Rally Trophy, amikről így most hirtelen vannak emlékeim. Azért meg volt kötve a kezem, a szülők szigorúan vették az iskolára való felkészülést, amit jól is tettek, és köszönök nekik. 2006-7-ig el voltam látva a lemezre kírt csodákkal. Az utolsó, amit kaptam, a FIFA 7 volt, amit karácsonyra írt ki nekem a keresztfater, még a borítóját is kinyomtatta hozzá. Utána kezdődött a Varesz korszakom, rájöttem, rájöttem, hogy én is le tudok szedni kb. bármit a netről. Iskolás volt, szó, itt kezdett el igazából gamer lenni. Itt kezdett, el foglalkoztatni az, itt kezdett el foglalkoztatni az, hogy épp milyen új játék jön ki, csak egy csóri Pentium 2-es gép már nem nagyon bírta volt 2-3 évem internet nélkül, miután az Accelero Matémobil mobil ne megszűnt, és drágábbra lehetett volna előfizetni, az pedig annó sajnos nem tudott számításba jönni. Gimis korszakomba, 2008 9 környék elkezdtem gyűjteni a zseppénzemet, szülinapi, névnapi, karácsonyi, húsvéti, locsolópénz, stb. 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 Meg fűnyírással a szomszédoknál egy kis pluszért, és pár év gyűjtögetés után vettem egy akkoriban elég erősnek számító laptopot, ami kiválóan szolgált a következő négy évben, mindennel is játszottam a Vares korszakon fénykorába. 2011. Az indokolatlanul még mindig csak 16 éves pocó összefarmol, összefarmolt pénzt és beruházott egy Xbox 360-ra. Ide már szigorúan eredeti játszásokat szereztem, többnyire környékbeli second hand piacról. A kontrollerét a mai napig használom, a stickről a gumi már lekopott, de hibátlanul működik azóta is az aksia, meg azóta jobban bírja, mint bármelyik PS4 kontroller. 2012-13 a 11. Osz, 11. osztályos pocó a nyarát diák munkával tölti, az összeszedett pénz minden szentjét pedig egy mondhatni high-end PC-re költi. Attól a naptól véget ért a kalózkorszak is. 10 a 10 a 15-16 PS4, egy évvel ezelőtt pedig megépítettem magam, a magam setupját, aminek nemhogy az árát nem tudja a család, inkább azt sem mondtam nekik, hogy új gép, ők úgy se veszik észre a különbséget. Jaj! Hát ez nagyon jó. Hát, ha el kéne mondanom, bármelyik ismerősömnek, aki nem ért a gaminghez, hogy mennyibe került a videókártyám, és mennyibe kerül most a videókártyám, akkor hülyén néznének rám. <laughs> hát igen, <laughs> amúgy, amúgy én se hogy ja, amúgy valami 300 vagy 400 ezeret költöttem a, a PC-re. Jó, nem, 200, 200 ezer volt elsőnek a PC-m, úgyhogy a, a, PC úgy, a legminimálabb dolgokat raktam bele, tehát ö, ott kezdődött az első PC-m, hogy B chipsetű alaplap ment bele 12 forintért a 3700K mellé. Tehát, hogy érzitek azért, vettem egy 3770K-t, egy, egy fullos Intel processzort, és a legszarabb alaplapot hozzá. Mert hogy az fért bele, de hát én már nyomni akartam. Tehát az nem lehet, hogy a második fizunkból megveszem a... Nem tudom megvenni... Nem tudok megvenni egy PC-t, és ne nyomnám azonnal. Igen, szóval... Ismerős. Én mindig el szoktam mondani, mert az a mérthetetlen döbbenet az arcokon, az mindent megér. Jaj. Legnagyobb hiba a gagyi alaplap, amúgy... Igen, tudom, egy fél évre rá már vettem is egy jobbat, de egyetlen egy jogból azért, mert az új alaplapom, a P8Z77, azt hiszem ez, ez az alaplapom volt, ilyen chipsetű, vagy ez a típusa, amúgy Z77 a chipset, a p 8 h akármi, az meg a típusa, azt azért vettem, az már egy 50 ezer forintos alaplap volt, nagyon figyeltek, azért vettem azt az alaplapot a régi gadi helyett, mert az már tudott feszültséget állítani a három pines ö, ventilátorok esetén is, és nem kellett, hogy egy ventilátor négy pines legyen, a, a, a tehát, hogy ne, nem kellett, hogy legyen egy olyan pinja a ventilátornak, amin tudja tud állítani a feszültséget, hanem már már vagy ott nem is biztos, hogy feszültségállítás van, nem tudom, hogy mit csinál a negyedik pontosan a ventilátoroknál, de azért vettem egy új alaplapot, mert a három pinás ventilátorokat is már tudta állítani az 50 es alaplap. Persze lehet, hogy egyébként olcsóbban kijöttem volna, hogyha veszek négy pinás ventilátorokat, de ezért a feature kellett egy új alaplap. Az előző alaplapot pedig annak a streamernek adtam, akinek éppen kellett egy új PC, aki miatt uh, itt ragadtam a Twitch-en. <laughs> Remélhetőleg a negyedik száll adja a jelet a lapnak. TVM a negyedik, azzal vezéli a fordulatot. Aha, tehát akkor az a, a négy pines az fordulat számokat vezérel, a három pines meg annyiban másabb, hogy az meg megy, azt csá, és hogyha tud feszültséget vezérelni az alaplap, akkor az meg, az meg még jobb, mert gondolom a, a PVM-mel nem lehet custom be, customizálni a dolgokat, hogy mennyire pörögjenek a dolgok. Gondolom én. Aztán a feleset. se tudja. Szóval, ja, Én sem nagyon dicsekedtem azzal, hogy azzal, hogy mikor mennyit költöttem erre a hobbimra. de a PVM a legjobban testre szab. Ja, akkor, akkor jó, akkor jó, akkor ezt, akkor ez, nem, nem, tudtam meg, nem is mentem bele ebbe annyira, de akkor a PVM-es, aha. Három pin a feszültséggel vezérel, a négy pin pedig a PVM jellel, mindkettőt lehet customizálni, csak a motorja máshogy működik a fannak, ami három per négy pines, aha. mhm uh -huh. uh -huh. Igazából ezt pársorban összefoglalva a legfőbb motivációm, hobbi hobbim kisiskolás koromtól kezdve a gaming, ezen kétlem, hogy egyhamar bármi képes lesz változtatni. A koronavírusos kérdéshez meg a változás nem igazán történt, a boldog békédőkhöz képest talán még több idő jutott a gamingre, az elmaradkozott találkozók és partik miatt. És ha érdekel titeket hát a hős kontrollere, ami több mint tíz éves, akkor ott van a Discord a képről. Na egy hát srácok! Szerintem töviről hegyire, de tényleg átrágtuk ezt a témát. Öhm. Még rengeteget lehetne beszélni erről a dologról, de nem akarom, hogy kifulladásig csak ez menjen. Öhm a jövőben nyugodtan hozzászólhattok, tehát hogy nyugodtan felhozhatjátok ezt a témát, hogyha akartok esetleg róla beszélni. Szerintem, ha olyan játék van, ami éppen nem egy Siege, ahol alig tudok rátok figyelni, vagy nem éppen egy hardmódos stream közepén vagyok, akkor, akkor nyugodtan felhozhatjátok és beszélhetünk egyébként erről. Mert, mert úgy néz ki, hogy úgy néz ki, hogy <kül> hát ezt, ezt, így nem, 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 tudok, nem tudok leállni vele, úgyhogy most szeretném meghúzni a vonalat, és azt mondom, hogy elég, ennyi, mert hát így is azt kell, hogy mondjam, hogy a mai Dark Souls három stream elmad, ennye be a Dying Light az, 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 természetesen meg lesz tartva egy ilyen nap végére, abból még belefér az az egy-két óra. De hogy, ebből a beszélgetésből most ennyi. Én nagyon-nagyon élveztem srácok a mai dumálást, Pláne egyébként, pláne egyébként a Keddi Haviddal. Úgyhogy szerintem egy <coughs> nagyon jó tematikájú, nagyon jó tematikájú streameket élhettetek át, nézhettek majd vissza esetleg. És mindenféleképpen, mindenféleképpen egy egy, egy olyan egy olyan történetet, ami, ami történeteket, ami, ami, nem feltétlen, ami nem feltétlen mindig a, az, hogy, hogy, most akkor mikor lesz Siege, meg hogy, meg hogy um, izé, mi jött az új Kod hanem inkább ilyen ilyen emberebbi, vagy emberi, emberibb része ennek a gaming vonalnak. Bocsánat, hogy így összecsapom a végét, de tényleg <laughs> rengeteget tudnék beszélni. És még így is az első egy óra nagyon tömör volt. Egy órát beszéltem nagyon tömören arról, hogy nekem hogyan alakult a Gaming az életemben, utána tértünk rá csomó mindenre, és most így az utolsó egy órában pedig a Discordos beszámolóitokra. Természetesen ezt közben fűszerezve azzal, hogy folyamatosan írtatok a csetre, hogy nektek itt a, a cseten mit jelentett ez az egész, és mit tett hozzá az életetekhez. Úgyhogy, fú, én nagyon-nagyon meglepődtem egyébként azon, hogy nem csak egy vagy kettő hozzászólás érkezett Discordra, úgyhogy nagyon büszke vagyok rájuk, akik, akik írtak, írtak Discordra. Külön, külön örülök azoknak, akik vették a bátorságot, és ezen, illetve rajtam felbúzulva megnyilvánultak a chatten, sokat jelentettetek, sokat jelentett, sokat jelentett, és természetesen sokat jelentetek. Hiszen ha egyébként nem megyünk bele ennyire a dolgba, akkor nem mesélek nektek ilyen személyes, do személyes dolgokról, személyesebb dolgokról. Ö, mert, ö, mert úgy gondolom, hogy még hogyha eltérünk is ketten sok mindenben, ha itt vagyunk, 10, 20, 30, 100, 200, 1000, vagy akár mennyien ahányan esetleg visszanézik, vagy nézték ezt a streamet. Nyilván találtok hasonlóságot, felismerhettek, hogy veletek is megtörtént, vagy, vagy volt veletek ilyen, esetleg nosztalgiázhattatok, és hát rávilágíthatatok arra, hogy, hogy a, a, a tanulás a, az a megtanulni, tanulni, ez, ez nem egy egyedi dolog, ez, ez nem egy olyan dolog, ami csak velem van így, és legalább erre is rájöttem. Én gondoltam, hogy ti a megoldást jelentitek arra, hogy meg tudjam fogalmazni a dolgokat, mint például, hogy mit nem szeretek, mit nem szeretek a magyar filmekbe sorozatok nagy részében, a, simpadi a szimpadias előadást, De arra is elvilágítottatok, hogy a <kül> meg lehet Tanulni, tanulni. Úgyhogy, srácok, nagyon élveztem, még egyszer mondom, nagyon-nagyon élveztem, hogy ilyen nyíltak voltatok, és beszéltetek egy csomó mindenről, ami egyébként nem éppen egy, nem biztos, hogy egy kellemes, kellemes dolog erről beszélni, már akinek hiszen soka, sokakat az elmondásaitok alapján eléggé megbélyegeztek, hogy gémer. De jó volt olvasni, hogy jó volt olvasni azt, hogy ki milyen hatással, kinek milyen hatással volt ez a, ez a gémerkedés. Akár negatív, akár pozitív, ahogy a, a szülők, a család, a család, a családtagok, a, a barátok, a kollégák, ahogy hozzáálltak ez a dolghoz, ez egy, ez, egy, ez egy jó téma, és ö, hát örülök, hogy ezt így a, az LG Magyarország így ezt így felhozta, mert jól ki tudtuk beszélni, és szerintem ö, ö, nem volt, nem, volt, nem, nem, nem volt, nem, 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 nem ütköztünk akadályokba. Egyébként csak mondom, kétszer 45 perc streamet vártak el tőlünk. Azt awesome. hiszem, Úgyhogy még egyszer köszi szépen uh, srácok ezt a ezt a beszélgetést. Uh, számomra, számomra ez egy nagyon komfortzónán kívüli dolog volt. De így fejlődik az ember, ha bevállal a komfortzónán kívüli dolgokat. És jó volt. Jó volt, srácok. <laughs> Én tudok uh, tudok uh, szeretek, és tudok beszélgetni dolgokról, de viszont nehezen, nehezen, nehezen megy ez, hogyha nincs, nincs partner a, a témába, és féltem, hogy ti nem biztos, hogy partnerek lesztek a témába, de úgy néz ki, hogy félreismertelek titeket, és nagyon jó beszélgető társak voltatok. Nagyon jó beszélgető társak voltatok. Um, Srácok, most egy kis időre elúrok, viszont jövök vissza hamarosan Dying Light-tal. Azzal, azzal fogjuk folytatni. És. Hm, igen, emiatt az együtt, még azt is hozzá akartam tenni, hogy emiatt a téma. téma által jött együttműködés keretein belül van itt ez a monitor. Egyébként, hogyha valaki nem értette volna, hogy mit keres ez itt, most ez itt az enyém lesz örökre, vagy mit én, micsoda, megkaptam. Itt az LG fel van töltetve a streambe, és pár napi kétig, haracska közben egy szivat, ki tudom próbálni. Szóval én ö, azt is bevállaltam, mármint ezt így saját ö, izé, saját ö, magamnak, hogy vagy véleményt mondjak nektek majd erről a monitorról, hogy milyen ez a monitor a, az ázusomhoz képest. Úgyhogy nem biztos, hogy ö, teljes, körül lehet, ö, teljes körül véleményt tudok majd alkotni erről a monitorról. Megpróbálok objektív lenni, és elmondani nektek, hogy milyen egyébként ez a monitor. De nehéz lesz, mert árkategóriában hasonló. mármint, mint hogy, ö, igen, árkategóriában ugyanott van nagyjából, vagy legalábbis volt, mint, mint az előző monitor, az és ö, ez igazából csak annyi tér így Isten igazából, hogyha ha nagyon felületesen nézzük, hogy IPS panel. De azért megpróbálom majd nektek összefoglalni, hogy ez milyen, mert láttam, hogy írtátok, hogy, hogy milyen ez a monitor, mert lehet, hogy ti is vennétek ilyet. Szóval majd megpróbálom összefoglalni, jó? Úgyhogy ez nincs, ez nincs nálam örökre, nem ez az új monitorom, ezt egyelőre csak ideiglesen van nálam, és megnézem, hogy milyen. Úgyhogy srácok, köszönöm még egyszer a dumánást, nagyon jó beszélgető voltatok, és tényleg köszönöm, hogy vettétek a bátorságot, hogy, hogy megszólaljatok, mert nekem biztos, hogy mint nézőként nagy bátorság kellett volna ahhoz, hogy megszólaljak egy ilyen témába. Köszi szépen! Most egy kis szünet. Most egy kis szünet. Szerintem ne a vissza monitort. <laughs> ja, és aki esetleg ír Discordra, természetesen nyilván nem azt feltételezem, hogy azért, mert nyeremény van, de a nyeremény nincs elfelejtve. Írni fogok majd a szobába. Na és akkor kisorsoljuk, jó? Vagy meg kéne most csinálni? Szerintem megcsináljuk a stream végén, bár nem ígérek ki ilyeneket, de meg fogjátok kapni a nyereményeiteket mindenféleképpen. Na megyek srácok, visszarendezem a setupot, és pereg a Dying Light 1.